Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Cuduk is SMS-eket nagyon köszönjük. Nagyon rendesek. Igen, félreteszük őket a következő Suzuki játékra. Ők még hisznek valamiben, miért ez tök jó? Nem? Most éri ide, vajon? Hát... Gyerek, nem lehet valamit nyerni a Balázséknál. Érküld már, hogy Suzuki. Van ez az autós játék. Kérdezzük már meg, hogy ő miért küldi el a Suzuki. Jó. Jó, csörögjünk rá. De mert kíváncsiságból tényleg, csak hogy mondja meg nekem, hogy most miért küld Suzukit. Hogy azt hallott, hogy van egy játék, elküldi hátha? Vagy... Hát a szombaton beszélgetek a kocsmában, és ott mesélgette az embernek valaki, hogy te figyelj-e, megnyerték a Suzukit. És akkor azt gondolta, hogy ez vagy állandó rovat, tehát ez heti rovatunk egy Suzuki, vagy egy kicsit így félreértette, hogy még lehet játszani a Suzuki-t. Lehet nyerni nála, de naponta. Az is lehet, hogy most jön meg, tudod, tehát hogy annyi Suzuki SMS jött, de az nem... Akkor szolgáltatót kell váltania. Tehát lehet, hogy a rendszerünk rossz. Nem vitatkozom. Halló? 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 Halló, szia! Morning Show! Balázs Feri, Jani. Jó reggel! Ne jó reggel! Lehet, egy robot küldte. Ráállítottam még múlt hét hétfőn. Itt van még a Dázsom? Itt. Parkol. Hallod? Vezet? Aha. Hát vagy pisi. Felvette a feneke. Simán lehet. De intelligens feneke van. Tessék? Intelligens feneke van akkor. Igen. Hát miért, ha Balázs feneke videót tud csinálni, akkor egy ízét telefonhívást felvenni fenékkel, az meg igazán semmi. Hát én élőben voltam a Facebookon nekem. Hát azért. Igen. Nem sokára öntudatára ébred a segged. Már vannak jelei. Külön életet. Már vannak jelei. Nem akar velük beszélgetni. Vagy tényleg. Lehet, hogy akkor a Suzukit is így küldte el fával. De egyébként simán lehet. Hagyjuk itt végig adást, hát egyszer megszólal. GPS-el megy. Ír valamit. Lehet, hogy küld még egy SMS-t. Most írja, hogy Suzuki a másik telefonját. Biztosság kedvére elküldöm még egyszer. Tuti, amit tuti. Na jó, hát ez most akkor... Na jó, nem, oké, kivehetjük, jó. Csak kíváncsi lettem a tényleg, hogy miért küld valaki Suzuki. De kedve csinált vele, mert nagyon sokan küldik például, hogy Lada. Az is jön. Intéznünk kell egy Lada-t. BMW, Lada, minden jön most, igen. Passat, Volkswagen. Aston Martin, valaki elküldte. Mindjárt jön egy Aston Martin. Igen, Volvo. Suzuki, de csak a ti kedvetekért, írja egy hallgató. Azt megcsináltnánk, hogy az összes magyarországi gyártó, aki csinál autót, az egyet még így novemberig, nem? Lenne egy Mergánk, egy Audink, egy Opelünk, mi van még? Hogy mire gondolsz, bocsánat, nem maradtam. Hát, van még 6-7 ugye a deadline-ig, november 19-ig, és akkor minden magyarországi gyártó, aki így gyártat autót, az egyet bedobhatna, mint a Suzuki, nem? Lenne egy Mergánk, egy Audink, azt hiszem az Opel is, talán motorokat itt csinálják az Opel autókban, nem? Hát ugye egy ilyen búcsú ajándék a hallgatóknak, érted? Vagy mit tudom én, ilyeneket lehetne csinálni. Az nem lenne rossz egyébként, igen, ha majd oda tudnánk valahogy adni még egy autót. Valami nagy ajcsit. Vagy valami nagy ajcsit, igen, csak ez az autóadás, ez mindig egy ilyen nagyon kényes dolog, és ezzel vagy mindig mázlink volt eddig. Mert most is jó helyre ment. Nem tudom, hogy csináljuk, van mindig egy kis szerencsénk. Ja, hogyha olyan helyre megy, akinek mit kell, új autója van, vagy nincs annyira szüksége rá, akkor az... Igen, mert ugye azért voltak olyan játékosok, ahol van autó, ahol nem volt annyira régi az autó, aztán persze volt olyan játékos, majdnem nyertes, akinél nem volt autó, és a nyertesünk ugye egy gyermek volt, az apukával ott volt valami zavar, tehát egyedül nevelte a gyermekét, és régi autó volt a családban, tehát alapjából kiváló helyre ment az autóm. Ugye, de hogy ez mindig mázli, mert mi van, ha olyan nyeri meg az autót, én csomót gondolkozom. Hát, nagy beülünk az autónak, és mindig panaszkodik, hogy két sarokra van a tecsó, és csak amikor elviszom a karrierát, akkor nem tudja elmenni vásárolni. Nem, ugye a Q7-es nem fél be a parkolóba. A mi hallgatóink között, és egyetem lebecsül, vagy lenéző őket, de azért minket azok hallgatnak, mivel ahol nem egy Panamera, meg egy nem tudom, tényleg egy Gamerci. Ennek inkább örülök. Igen, abszolút, de hogy... Lehet, hogy kéne csinálni olyan játékot, mondjuk ahhoz nyilván kéne egy autó, hogy
Jó, ezt a részét még hagyjuk nyitva. Még van egy ilyen. Én fejben nagyon jól tudok autóval, autót költeni. Aha. Tehát, hogy fejben nagy autó elköltő vagyok. Félcsi. Jó, hát na most egy autó ide vagy onnan, hát mert most valami, valamit szerzünk. Figyelj, fedezetlen csekre csináljunk egy játékot. Még nincs autó, de csináljunk egy autós játékot. Csináljunk egy autós játékot. Milyen szép befejezés lenne, most képzeljétek el, ha csinálnánk egy olyat mondjuk, hogy kizárjuk azokat, akik... hogy tudjuk kizárni őket? Szóval, hogy, igen, kizárjuk hogy azokat, akik mondjuk, akiknek van autója, vagy akik olyan körülmények között élnek, hogy megengedhetik maguknak azt, hogy, hogy vegyenek egy autót. Mondjuk, szóval jobb körülmények között élnek. Uh-huh. Csinálnak egy olyan játékot, Feri, amit mondott egyébként, hogy milyen jó lenne még egy autót a nézen ötlet alapján, hogy csak és kizárólag olyanok jelentkezhetnek, akik vagy hátrányos helyzetben vannak, vagy nagyon sok gyerek van, vagy nincs autó, vagy bizonyítható módon volt egy játékosunk, akinek leégett az autója. Igen, emlékeztek? Igen. Tehát kiégett az autója. Tehát rászoruló, kifejezetten rászoruló családoknak adnánk oda egy autót. Nap, mint napban beteg, hogy mozgásképtelen gyereket viszi be, mondjuk iskolába, óvodába, stb. Tényleg egy ilyen. Hogy egy ilyet csinálni, mert akkor csak az játszhat, aki ugye valójában rá szól. Hát nyilván le lehet azért ezt ellenőrizni, írnak e-mailt, jelentkeznek e-mailben, és akkor mi elmegyünk, megnézzük, beszélgetünk velük. Hát azért, ha ott valaki hazudik, az hamar kiderül. Össze kell rakunk egy olyan promó szöveget. Azért az jó, kiderül, hát azért annak utána lehet járni. SMS érkezett, ha oda mind elmentünk volna, még mennénk az országban. Azt hiszem. Tehát aztán már nyertes tudsz ellenőrizni a jelentkezőket. Küldjétek el. Hát azt mondod, hogy leszűkíted öt potenciális nyertesen, mindez ötöt leellenőrzöd, és csak az ötöt kell ellenőrizned. És akkor utána valamelyik ők, vagy amelyik család megnyeri. Ez nekem nagyon tetszik, ez nagyon hallgató barát. Egyelőre nincs ugye autónk, hát ez egy apró. Van egy kis bibi, még nincs autónk, de megoldjuk. De csináljuk meg már most a promót. Küldjék majd el ezt a szót, hogy nekünk SMS-ben például, hogy autó, azzal nagyon nem lövünk félre. Meg rakjunk össze egy olyan promószöveget, amiben egy olyan jellegzetességeket domborítunk ki, ami gyakorlatilag bármilyen autóra jellemző lehet. Négy kerekű. Vadi új, és nyert meg a vadi új autót. Egyetlen mozdulattal gyújtás, vagy mit tudom én. Mi az, ami egy mostani egy modern autóban mindenképpen benne van? Kormány. Igen. Ablakok körbe. Tiszta. Visszapillantó, igen. Ülések. Igen. Nem dohányszagú. Igen, de hogy az kiderült, hogy baromi sokan akarnak autót nyerni. Ezek közül baromi sokan valójában jó lett volna, ha meg tudják nyerni az autót, mert abszolút persze. Elfért volna egy autót, tehát bárcsak mindenkinek tudnánk adni. De akkor mit tudom én, november közepéig csinálunk még egy játékot, és akkor az azt mondjuk, hogy kifejezetten arról szól, hogy megsegítsünk valakit. Jó. Uh-huh. Jó, hát most még egy előre fikció, de hogy... És akkor eldöntjük, hogy melyik jó lemik, nagy család tényleg, tehát ki az, aki megnyerni, nem? Uh-huh. Én rakok mellé fejben egy 500.000 fontos benzinkártyát is. Hát ha. Tényleg? Ez nagyon jó hangzik. Hát nem, hát hogy az autót oda raktuk, akkor már érted, mert ha hátrányos helyzetű a család, adunk egy autót, ott állsz egy. Uh-huh. Na tessék. Benzinkártya ez mi az? Egy adott benzinkútra be tudsz menni, és akkor lehúzogatják a tankot, tehát mint egy bankkártya tulajdonképpen. Egy ilyen föltöltött kártya, én egy 5 kilósat adtam, hát nyilván ha valaki gondolkodik. Van egy benzinkártya, és azzal tankol, és akkor azt húzzák le. Igen. Sosem volt még benzinkártya, nem tudom. Én... Cégeknél szokták csinálni, mert akkor ugyan az, hogy nem kell számlát hoznod, meg semmit, hanem van egy föltöltésed rá minden hónapban, és akkor te azt tudod költeni. Ez jó ötlet. Hozzácsapok, kapaszkodjatok meg saját zsebből. Egy 5 literes téli szélvédő mosófüledér. Hogy lehetsz ennyire nagy lelkű? Komolyan zavarba jövök ettől a fajta eleganciától, hogy ezt az ügyet kezeled, ez egyszerűen zavarba ejt, hogy tudok ezzel lépést tartani. Csak most mondjuk a felvetés és az én szélvédő mosófüledékom között az a különbség, hogy én ezt tudom is prezentálni, tehát ez meg is van, egyébben autónk nincs semmi. Igen. Te egy Wunderbaumot még rakjál mellé. Egy Klassz FM-est. Hát, de akkor persze karácsony van, és ez nem kerül pénzbe, de jó vagy. Na, akkor meg vagyunk, illat van, szélvédő mosó van, a két alap, tehát a benzinkártya és az autó hiányzik. És egyelőre még autó nincs, de majd lesz. Igen, hát itt jó kérdés az, hogy tartod el az autót. Na de azért, nyilván azért van egy csomó olyan család, aki azért valahogy azt el tudná tartani, vagy mondjuk rászorul, vagy tényleg beteg gyereket szállít, és ki tudná termelni. Tehát most tényleg ne arra gondoljunk, hogy olyan családokról van szó, akiknek mondjuk összesen van egy 30.000 forintos bevételük, mert ott valóban nem tudják eltartani az autót. De hát ha mindennel együtt adnánk az autót, akkor azért igazából nincs olyan nagy fenntartása. Nem? Uh-huh. Így van. Meg mindig az autó a legnagyobb lépés. Hát szervizelni kell, de talán egy új autót nem kell.
Na, meg mindig a legnagyobb lépés maga a kocsi, aztán általában az ember meg igazdálkodja a hozzávalókat. De ugye az első lépés nem tudod megtenni, egy új autót mondjuk megvenni. Igen, igen. Diszkrimináljátok a gazdagokat, írja valaki. Jó. Ez azt gondolom, hogy felvállalható. Tűjtsuk le a gazdagok SMS-ét. Jó, én akkor én is felajánlok valamit. Minen? Jó. Csak nem a Facebook oldalat. Tegyük össze. Nem, ezt nem promózzuk. Még az megállhat. Úgyhogy egyelőre nekem az nagyobb teher, mint a mekkora áldás. Úgyhogy azzal nagyon nagy bajba leszek, hogy mit csinálok november után, mert annyira megbántam. Sorszámozott DJ Oti válogatás CD. Nem. Az alap. Na jó, tehát az úgy veszi át, hogy az benne van. Na akkor ez meglegyen. 0001-es sorszámban. Igen, az első DJ Oti. De mondjuk, ha sikerülne autót találni, és megcsinálnák ezt, mint egy ilyen kvázi utolsó játék. Ugye? Tulajdonképpen lenne egy ilyen jótékonysági akció. Bár már egy másik folyik éppen most, majd ezt is le kell mazárni, vissza kell hívni őket, hogy állunk a vénaszkenerekkel. Akkor megvan autó, meg akkor szerzünk benzinkártyát. Te belerakod a gyerekek a mosófolyadékot. Így van, prémium lesz. Én azt mondom, hogy egy évig mindenféle autóval járó olyan költséget, ami a kötelező, meg a kaszkó, mi van még az autó, segítsetek. Téli gumi, nyári gumi, szerelés, kötelező szerviz. Előrefele forgó felnék, a légterelők. Most már én nem az autót akarom magát összetenni, hogy belerakok két spoilert. Igen, tehát nem spoilereket akarok. Jó, veszek egy első lőkárítót, egy hátsó lőkárítót, két kardántengelyt, egy kuplungot, és négy fékpofát. Négy garnitúra fékpofát, meg két féktársát. Sportülések, vajbőr. Nem, tehát ami az autóban jár, azt a költséget egy évig mondjuk állom én. Tehát ebben megmondom, mi van benne. Tehát szerviz, kötelező kackó. Ez az én köröm, én ezt bevállalom. Csak a kötelező szervizt vállalt. Hát, most tételezzük fel, lesz egy új autó. Nagyon nagy baj lenne azért, ott más szerviz is lenne, az gariba megcsináltatok. Az, ha kiugrott a szarvas, az puf. Kikaparjuk a szemüket bárki. Persze. Jó, most ha kiugrott a szarvas, hát az kaszkóm van. Jó, tehát én állom a kaszkót. Ja, tényleg. Tehát akkor én azt mondom, hogy beleteszem azt, hogy akkor egy éven keresztül, ha csinálunk egy jótékonysági játékot, akkor kötelező kaszkó és a kötelező szervíz, ami mondjuk egy évben belül egy olajcsere, mit tudom én, meg 5000 km után lehet elkevinni egy ilyen kis röpke valamire. Tehát ez az én köröm. Jó. Ez nagyon jó. Téli gumi, nyári gumi, én állom. Igen? De eleve nyári gumival kapja. Ja, hülye vagyok. Na, nagyon jó. Nagyon gálás felállás, általában az autókon van gumi. Várj, akkor váltó gumit. Jó? Tehát, ha télivel kapja, akkor nyárizom. Ha nyárival kapja, akkor télizem. Most te nem benzintálsz? Ja, hogy a szerze. Azt ja, azt hittem, hogy milyen kemény. Én adom az 5 kiló. Milyen rendes, egy 5 kilós benzinkártya. Milyen rendes gyerek ez a Feri. Ja, hogy a szerez. Jó, a szerzünk valonna, megoljuk. Kis autó, sebb váltó gombot, én állok. De arany legyen. És havonta egyszer átmegyek és kiporszívozom. Jó, én akkor intézem a kötelező kaszkó csomagot. Aha. Azt elintézzük. De azt én intézem. Ja. Peti, fölhívjuk Petit majd. Nem, én ezt intézem vele úgy, hogy nem úgy, hogy most fölhívjuk a Cielv és Petit és lebarterezzük, nem. Tehát megmondom, hogy mondja meg, számolja ki, és akkor nincs fenntartás az autónak. Jó? Na, egy évig akkor. Kezdjük ezt össze, ez így elindult. Van egy 5 literes ablakmosónk, van egy gumiszettünk, egy téli gumiszett, egy nyári gumi, akkor téli gumiszett, és egy évig a fenntartása az autónak, ha szerzünk benzinkártyát, akkor mindenféle kötelező D plusz szerviz az az enyém. Na, de egy jó és ismerve a Petit, biztos, hogy el fog tekinteni a jutalékától is. De most nem, de én nem akarok barterezni. Nem, ebben a formában nem barter, csak felhívom majd adás, vagy mondja el, hogy milyen konstrukciók vannak. Itt van egy kettő csomag, vagy nem tudom, hogy kell ezt kötni. Nagyon régen nem volt már kaszkó. Van. De nem egy nagy összeg. Tessék? Van ilyen csomag. Ami mindkettő. Jó. Megvan. Akkor kezdjük el összerakni. Bontóból várunk. Két első, egy első tenger, hátsó tenger. Négy darab lengés csillapító, négy darab féktárcsa. Négy fékbetét, egy jó kaszni. Első, hátsó lőkhárító. Gépjárműadi súlyadon, most mit kötekedsz? Kérdezi egy hallgató, már nem a mindköteket, azt már én kérdezem. Az, akkor mondtam, az egy komplex csomag, tehát abban minden. Aha. Jó, az minden. Kifizeti a jogsit. Na jó, hagyjatok most már békén. Na jó, hagyjatok békén. Tehát jogsia legyen azért az illetőnek. Tehát lehet azért. Oké, súlyadó is megvan. Mi van még? Tessék, mi van még? Súlyadó? Más nincs, hát azért.
autópálya matrica. Jó, zsűl már, persze. Jó. Jó, hát akkor izé. Jó, na, legyen egy autópálya matrica, jó. Na, oké. Okay. Az is? Akkor még egy autópálya matrica. De mi egy éves? Hát azért az... Hát valahogy bennem kell az 5 liter ablakmosó folyadékoddal azért, mint felajánlás. Hát várj, valahogy tartanom kell a lépést. Jó. Azért valahogy nekem is be kell ajánlanom még ezt, mert nagyon elhúztál. Ott a szélvédőmosó, ott van a téli gumiszed? Nem, az a Feri. A sebváltóban még a, hogy hívják, kis autós sebváltó gomb, és megfejelem még egy természetes elhullásból származó rókafarokkal az antennára. Jó, degálás. Jó, degálás. Klasszos illatosítót elfelejtettem, az már négy. Jó, az alap, tehát hogy ez a lehet belőle kettő is. Azt mondja Péter, az éves autópálya matrica az enyém, stipistop. Benne vagyunk, lehet ez egy ilyen egyébként. Tökéletlen. Nem, nem Péter írja, nem a CLB-s Peti, a Péter írja. Hajdú Peti, de jó fej. Köszönjük szépen. Oké, senki többet. Tök jó lenne egy ilyen. A, tulajdonképpen kis túlzással, szerintem csináltunk már ilyet, valami hasonlót. Az ország ad át egy autót valakinek. Nagyon jó. Most nyilván ebben benne van az autószponzor, magával az autóval, de hogy kicsit mindenki beleszáll, ez milyen jó, nem? Akkor valaki ad egy benzinkártyát valamelyik cég, valaki azt mondja, adok egy autópályamatricát. Valaki azt mondja, hogy ő kisavaz a régi alvásszám. Tehát csinálunk egy ilyen nagy happeninget, és mindenki, amit tud, belerakja úgy, hogy tulajdonképpen aki megnyeri, és ha valóban jó helyre megy, és egy olyan család kapna, aki nagyon rászorul, és ezzel nagyot segítünk nekik, csak napi probléma valakinek a szállítása, vagy sok a gyerek, vagy nem engedheti meg maguknak, akkor egy évig kvázi tulajdonképpen zéró költségből úgy autóznak, hogy utána fel tudnak arra készülni, hogy esetleg megoldják, ha véget ér az egy év. Tehát egy ilyen nagyon semmi költséget nem lesz az autóra, mert mindig ott van valaki, aki meg fog megtámogatni, és oda nyúl, amikor kell. Kedves hallgató, kiállja a gyorshajtásokat. Igen. Tételezzük föl, hogy jogkövető magatartást tanúsít az autó tulajdonos, de ha belügyminiszter felajánl kettő darab gyorshajtást, két Bianco csekket, akkor azt is tehát az OLF-en felajánlja, hogy egy éves szinten mondjuk 3 vagy 4 védás felvétel törölne. Igen. Tényleg ez egy ilyen Verda puzzle. Tehát, hogy rakjuk össze valakinek az egész csomagot egy évre. És mindenki felajánl valamit. Hogy mit mondtál? Hogy? Hát az, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen puzzle. Masszírozós fotel, tessék előre. Hogy hívják a gumiszőnyegek? Jön a tél. Na. Igen. Mosás. Autómosó. Bizony. Igen. Remélem 4-2-es V8-as V8-as ez átírása, mi a helyzet rohadékon. Igen, valahogy tudom, hogy én mobil garázs, csak nem hagyhatnád szabad ég alatt. Már látom. Jó, még mi gyerekek, még hát egy komplet egyéves csomagot ajánlottam föl, most miért engem, érted? Hát akkor menjetek kicsit olyan, amire érted. 5 liter mosófolyadéknál tart, hát most egyelőre ne engem. Már látom a Facebook oldalodon a következő videót, amin a kezedbe temeted az arcodba. Az ez a következő, második rész, persze. Láttad a kis? Igen, persze. Gyerekülés, kérdezi egy hallgató. Gyerekülés? Tényleg, hát nyilván gyermekes családra számítunk, ugye? Jó. Azért jó, két gyerek legalább legyen. Sokkal... Azt állom én. Igen. Ezt most komolyan mondom. A gyerekülés? A gyerekülés. Tudom, van valami a garázsban? Mit? Találtál valami? Hát csak kinőtte be a virág. Add a gyerekülést, nem tudunk valamit csinálni. Nem bringázni, majd levágom a lábtartó részét. Igaz, hogy kicsi szürke és kicsi két ilyen vas cső áll ki belőle, de hát majd valahogy megoldjuk. Van két színes gurt, mi majd abból csinálunk bele biztonságért. Van, aki írja, én beneveznék egy Bajori 8-ra. Az egyébként egy jó megoldás, egy Bajori 8-ra én is szívesen beneveznék. Jó, oké, na ezt nagyon összetettük. Ez megvan. Összeállt, szép. Mm-hmm. Úgy érzem, még a váz nincs meg, ami nálunk. Igen, még az autó hát, az tulajdonképpen nem minden megvan. Tehát van egy komplett kész csomagunk, egy üzleti tervünk, egyfajta szép lezárása ennek a hosszú történetnek. Az alap hiányzik, hát nem, apróságon ne akadjuk. Még az autó nincs. Ott fogunk állni az átadáson, Jani a izével, te a papírokkal, én a négy gumi, és sehol egy autó. Jók a kis kötelező kaszkó csekkemmel, érted? Megoldjuk, ezt is megoldjuk. Nagyon szépen köszönjük a Turkevei Aranykalász MGTS-nek ezt az alig használt, megkímélt állapotban lévő multikár járművet. Nem tudjuk, hogy még milyen autó lesz. Azért, hogy rászorulunk inkább az árát, hogy adjátok oda, sokkal többre megy vele. Ez egyébként nem így van. Tehát ez nem így van, mert nagyon sok helyen egyébként probléma az autó hiánya, és nem feltétlenül ez arról szól, hogy valaki megnyeri ezt az autót, eladja és elkölti ezt a pénzt, mert valójában azért mi is látjuk, mert nagyon sokan közben e-mailekben is jeleztek nekünk, és ez az ötlet kicsit talán innen jön, hogy
itt nem arról van szó, hogy most 2-3 millió forint készpénz hiányzik valakinek és eladná az autót, arról van szó, hogy az autó hiánya okoz egyfajta nagyon nagy nehézséget. Mert logisztikailag nem tudják megoldani például. Hát hány olyan beteg gyerek van ugye családokban, ahol vinni kell kezelésre ide-oda, és vagy nincs autó, vagy régi, vagy állandóan elromlik. Szóval nem feltétlenül csak arra kell gondolni. Persze, mindenféle segítség. Persze. 1 millió forint és 500.000 forint is, igen. Csak tényleg nagyon sokan vannak, ahol az autó is, persze. Tehát szerintem ezt nem is kell nagyon túl magyarázni. Munkanélküli vagyok, jó pénzért leszek sofőr. Állandó sofőr. Igen. Igen, valaki sok-sok ponttal. Én csak egy passztartót szeretnék. Jó. Hát, azért most ennél nagyra törőbb terveink vannak. Oké, na jól van. Elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk vissza. Itt még jönnek a teljesen elvettem ütletletek, igen. Akkor már parkolókártyát is adjatok, fiúk. Vagyonszerzési illetéket ne felejtsétek el. Mennyi jó indulatú hallgató van, hogy felhívják mindenre a figyelmet. Nem? Milyen kedvesen. Akkor két zenet, mert összeszámoljuk. Hogy mibe fog ez fájni. Igen. Na, drága hallgatók, nem rajtunk tessék ezt számon kérni, hogy mit adjunk bele, hanem ti írjátok meg, hogy mit tudtok még ebbe beletenni. Legyen egy ilyen nagy közös országautó, amit átadunk valakinek. Jó? Uh-huh. Tehát hogy ti azt írjátok meg, hogy adjuk össze, amink van, mi is beletettünk néhány dolgot, ti is tegyetek így bele. Ne azt írjátok meg, hogy mi még mit tegyünk bele. Igen, engem meg ezt ütjelmerezzetek le, mert fél órával ezelőtt még azt sem tudtam, hogy adok bármit is. János, meg egy kicsit előre. János, ez nagyon gáláns ajánlat. Szóval, hogy ismerve, én azt gondolom, hogy becsüljük meg, amink van. Hány pontomba fog ez kerülni? De várj! Még nem mondtad el, hogy fagyáló vagy nyári, mert a fagyáló téli az egy picit drágább. Tehát, hogy fagyáló szélvédőmosó vagy csak sima nyári. Aztán pár száz forint a drágább a fagyálós. Meg, hogy mínusz 10 vagy mínusz 30, mert ott is fogsz azért egy 2-300 forintot. Tehát, hogy mennyi? Mínusz 30-ig? Hát kalibrálod? Vállalod? Nem, egy ilyen two-in-one megoldásban gondolkodom, mert hogy otthon van még 2,5 liter téli, és azt felhigítelem egy picit. Igazi úri ember. Jó, hát figyelj, bele kell, mindenki adja bele, amit van. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Lázunk akkor egy kicsit, mondjuk el, hogy mi történt azon hallgatóinak, akik most ébredtek és kapcsolódtak be az adásba. Ugye tegnap mi elkezdtünk arról beszélgetni, hogy milyen jó lenne újra autót sorsolni, nyilván nem azért, mert telhetetlenek vagyunk. Csak arra gondoltunk, hogy ez az autó, amit mi sorsolunk, mindig jó helyre megy, és isteni szerencsénk volt a 7-8 év alatt, hogy mindig olyanok nyerték, akik megérdemelték. Most is egy olyan játékos nyerte, ahol egyedül neveli a gyermekét, egy gyerek van, és azt gondoljuk, hogy nagyon jó helyre ment az autó. És aztán szóba jött az, hogy milyen jó lenne egy olyan autó nyeremény játékot csinálni, amikor csak és kifejezetten rászorulók írnak nekünk, vagy valaki ajánlja ugye tulajdonképpen a családtagját, a barátját, vagy tud a faluban, a körzetben, a városban egy rászoruló családot, és benevezi őket a játékra, és elkezdtünk így összedobálni mindenfélét, hogy mi tudnánk beletenni. Ugye te felajánlottál egy gumiszettet például, én mondtam, hogy az autóval járó kötelező és kaszkó biztosítást egy évre természetesen akkor én mondjuk állnám, és kifizetném, te azt mondtad, hogy 5 liter szélvédő mosó folyadékkal beszállnál. Prémium vackot. Mínusz 40 fokig. Így van, tehát nem is mínusz 18-ig, nem is mínusz 10-ig, mínusz 40 fokig állnál egy 5 liter. Várjál azt, hogy az 1 litereset megveszed mínusz 40-ig. Igen. És azt te fölhigítod, hogy 5 liter legyen, az már nem lesz mínusz 40. Jó, hát akkor majd... Most mindenben ne kötözködjünk. Igen, szóval elkezdtük így összedobálni, és rengeteg hallgatónk nagyon helyes volt, mert nagyon sokan írtak, hogy ki mit tudna még beletenni, van, aki mosást ajánlott, van, aki szervizt ajánlott, szóval, hogy tényleg valamire... Valaki sofőrnek ajánlkozott, tök helyesek voltatok, és aztán elkezdtük azon filozni, hogy oké, hát milyen jó, de hogy még autó nincs. És aztán mi ennek tudatában gondoltuk, hogy majd erre visszatérünk, szépen hazamentünk, közben kiderült, hogy itt kora reggel már a sales osztályt megtalálta egy márka képviselet, és azt mondták, hogy szeretnének hozzánk beszállni olyannyira, hogy 9 után ezt már meg is beszélték, és valamikor én délután, ilyen 4 körül ültem autóba, kapcsoltam a klasszra, és már hallottam, hogy gyerekek, hát itt fejlemények vannak, mert konkrétan már megy a spot, hogy elindult a dolog. Mondom, hát ezért a mi sales osztályunk a legjobb sales a világon, és ezért vannak nekünk a legjobb fejhallgatóik. Úgyhogy nagyon gyorsan összeállt a dolog, és Markó Zoltán már itt is van velünk, a Lada Hungary projektigazgató. Jó reggelt kívánunk, hello! Sziasztok, jó reggelt a hallgatóknak! Jó reggelt! Dobrý deň! Áno, nem tudom, hogy mondják az oroszok. Figyelj, a Lada még orosz, vagy például úgy van, mint a Dacia, hogy már egyébként a Renault motor van benne?
Tulajdonjogi kérdés, ugye ez a Renault a többségi tulajdonos, de a Lada kollégák és a gyár nagyon-nagyon odafigyel arra, hogy mégiscsak a Lada egy orosz nemzeti büszkeség, most már 50 éve, úgyhogy nagyon odafigyelünk arra, odafigyel a gyár arra, hogy orosz szíve legyen az autónak, tehát orosz motorja legyen, és fenntartsa azt a fontos tulajdonságot, ami a Ladára mindig is jellemző volt, hogy legyen egyszerű, robosztus és tartós. Egyszerű, robosztus nagyon és jó, tartós. Nagyon jó. Na, mi az, amit ti felajánlottatok, így kell, ugye? Tatok. A tegnapi műsor után, amikor hallottátok, vagy hát még közben tulajdonképpen. Így van, mi nagyon régóta, most már mondhatom, hogy egy-két hónapja keressük azt, hogy van a szívünk, ez egy nagyon közel álló autó. Ez az első autó, ami az első számú tréleren megérkezett hozzánk tavaly év végén, és nagyon sok munkája volt ennek az autónak azóta, ugye ezt szépen felmatricáztuk, hogy lehessen tudni, hogy ez az első számú autó, ami Lada, ami beérkezett hozzánk. Sok rendezvényen használtuk, sok sajtó cikkben szerepelt, az újságírós kollégák tesztelték. És itt hagytok, mert én most figyelünk, Isszuk a szavaidat, így van. És egy ideje keresjük, hogy mi legyen ennek az autónak az a különleges célja, a különleges sorsa, és amikor hallottuk ezt a beszélgetést, akkor azt gondoltuk, hogy korábban is gondolkoztunk valamilyen jótékonysági felajánlásban, de ez összekattant nekünk, mert ahogy az előbb pár másodperce fogalmaztad, nektek van a legjobb csapatotok és a legjobb hallgatóságotok, úgyhogy ez a kettő összeért. Ez egy kombi autó, jól látom? Igen, ez egy 1.6-os Kalina kombi, azt mondhatom, hogy valószínűleg a Lada kínálatnak a legpraktikusabb darabja, egy igazi családi autó. Aha, tehát ez egy, azt látom, hogy ez nem a szedán, hanem a kombi rész, ugye? Jó, akkor jó képeket nézek én. 1.6-os bocival van? 1.6-os 96 lóversőt, egy norma felszereltség, ami azért egy szép felszereltség, tehát van benne légkondicionál, központi zár, ülésfűtés, elektromos ablak, könnyű fényfelni, színre fújt lökhájtó. Ez a komolyabb, ez akkor egy komolyabb felszereltség. És egy digitális szamovár. Egy guruló szamovár. Igen. Ez egy méretarányos putyinké. Igen. És egy Autograph Best of CD. Na jó, oké. Milyen színű, azt mondtad? Milyen színű a jószág? Fehér, tehát ez a tényleg a norma felszereltsége az alap szinte ilyen értelemben. Ezt az autót használtuk, mert be akarjuk mutatni, hogy már egy alap Lada is milyen szép és milyen jó felszereltségű a mai világban. Ugye az emberek többségének még a régi 2107-es, 2103-as van a fejében. Hát azóta azért sokat változott a világ a Ladánál is. Szerettük azt is annak idején. Az igen, azt bemjöttem. Figyelj, mikor apám átvette a debreceni Merkur telepen az 1-2-est, hát az valami, ugye, mit rabantoztunk sokáig, és akkor onnan váltottunk egy kategóriát a 70-es években, hát figyelj, vagy sőt, már talán 80 is volt, maga a csoda volt az 1-2-es. Igen, azt gondolom, hogy ez egy korosztályos kérdés, de hát a mi korosztályunkból szerintem mindenki vagy Ladán tanult, vagy Lada volt a családi autó, de amióta csak elkezdtük ezt a projektet, hogy visszahozzuk a Ladát, azóta lépten nyomva abba ütközünk szerencsére, hogy mindenkinek van valamilyen kellemes élménye a Ladával, vagy kellemetlen, amit már az éveknek szépítettek. Hát nekünk kellemetlen élmény az a belekapcsolatban az volt, hogy nem kaptunk. Tehát, hogy ilyen is volt. Nekünk egy más korosztípus jutott, de az csak azért állt közelebb a szívünk közben, mert több kukoricát lehetett beletenni, mint a Ladába. Igen, de akkor most legalább már nem kell 5 évet várni rá tényleg, mint régen. Hát igen, most már nem. Mint az emberek szaladtak a Merkurba autót foglalni. És a pirosat piros szaladták. És lehetett válogatni, nem? Milyen színűt. Nem lehetett válogatni. Igen, csak mondták, nem hogy lehet. Amihez hozzányúltál, azt ott megfogtad, és ez a tiéd volt. Illetve mondom, kettő között választhattál, amikor igen, mi voltunk, volt a szürke, egy ilyen nagyon érdekes, majdnem izgalmas mondtam, de az abszolút nem volt, meg egy ilyen homokszínű. Ez volt az átlag, ebből volt sok. Kanyon. És állt a telep végén 5 darab piros, és apám elkezdett rohanni, egy marha nagy darab ember volt az öreg, mindenkit érted, lekaszált, hogy azért, és szólt a Merkur terep vezetője, hogy nem, Rákóczi úr, azoknak már megvan a gazdája. Úgyhogy ennyi. Meg volt az a gyönyörű
gyönyörű okkersárga, még szerintem az is sokaknak megvan. Tényleg okkersárga lada. Igen. Oké, figyelj, akkor mi megbeszéljük a részleteket, jó? És, jó. És akkor hát nagyon drágák vagytok, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, tényleg a család nevében majd, aki ezt az autót megnyerheti. Hát mi meg azt köszönjük, hogy veletek dolgozhatunk ezen, mert őszintén megmondva, itt amikor a jótékonyságon gondolkoztunk, akkor az volt a legnagyobb bajunk, hogy lehet ezt jól lebonyolítani. És azt gondoljuk, hogy ebben valóban ti vagytok a leghitelesebbek, illetve ti átvállaljátok tőlünk azt a terhet, hogy döntötök, hogy ki is fogja a végén megkapni, hogy szerintem borzasztó nehéz dolog lesz. Ez igaz. Hát borzasztó nehéz dolog lesz, igen, persze, de hát mindig azt mondjuk, hogy ez egy lehetőség, soha nem szabad senkinek készpénznek menni. Pontosan tudják a hallgatóink is, hogy ha küldenek e-mailt, akkor nem úgy küldik, hogy hát biztos ők lesznek, hanem adnak maguknak egy lehetőséget, aztán választunk egy családot, de ami hallgatói nagyon drágák, tehát soha nincs az, hogy most akkor mérem én, meg irigyek, tehát hogy neki mindig örül annak az egy szemnyertesnek is, amikor ugye autót adtunk át minden évben. Oké, uh-huh. Zoli, jelentkezünk akkor még, jó? Jó. Most köszönöm. Már akkor tessék használaton kívül helyezni az autót, újságírókat kipattintani belőle, letakarni, félretenni, és óvni és vigyázni rá. Jó? Múlt héten volt egy rendezvényünk, ott még a színpadon álló helyzetben megmutattuk, így nosztalgiából, de azóta le van állítva. Most vége van. Teljes átnézés és teletank benzin, okay, ugye? Oké, okay, oké, okay, rendben lesz. Igen, most kezdjünk el tarhálni, még mindig. Így van. Köszi, Zoli, beszéljünk. Köszönjük. Köszönöm én is. Sziasztok. Köszi, ciao, hello. Köszönjük szépen Marko Zolinak, a Lada Hungary projektigazgatójának. Jó, figyeljetek, nagyon helyesek egyébként, és azt gondolom, hogy a rászóló családnak tökéletes lesz, egyhatos kis mocival, légkondival, légzsákkal, felszerelve. Hát meg ezek tényleg elpusztíthatatlanok. Tehát, hogyha ha valaki arra szeretne egy autót, hogy nyüstölje, használja nap mint nap, és nagyon sokáig tartson, és tényleg ne legyen semmi probléma vele, akkor az Lada. Így van, és akkor van is egy, odaadjuk, jó lesz. És kiváló. GPS alapú járműkövetéssel foglalkozik a cégem, a projekthez fejelelnek egy autóriasztót és egy nyomkövető eszközt, amely a biztonsági maximális lehet elérhetősége, mert így hallgatok, köszönjük szépen. Hát ugye itt meg kell nézni, hogy ennek van-e havi előfizetése, tehát olyat tudunk beszerelni, aminek nincs nyilván. Tehát úgy ajánljátok föl valamit, hogy vagy azt is, akkor tehát, hogy költsége a nyertesnek ne nagyon legyen. Ha így ajánlottad föl, köszönjük szépen, de van, amikor ezeknek havi díja van. Meglátjuk. Meglátjuk, de ezeket mind mentjük a telefonszámokat, a felajánlásokat. Na, így legalább az eredeti gyárit nem kell majd után futón vinni. Oké, okay, akkor tisztázzuk a... Persze, már ilyenek nincsenek, ugye? Szovjet mikroszámítom. Tisztázzuk a játékszabályokat. Akkor hogy döntünk? Ugye döntsünk úgy, hogy jönnek az e-mailek, szerintem. Uh-huh. Nyilván valaki, aki rászoruló, valahogy valakinél tud e-mailt írni, nem biztos, hogy van internet. Mi számít rászorulónak? Minden faluban, az utolsó kis faluban is van már internetpont, vagy bemész az önkormányzathoz, biztos vagyok benne, hogy a polgármesteri edző, akárki még a saját gépét is odaadja, tehát ez megoldható, szerintem. A rászorultság kérdése az érdekes, már ugye jönnek is az SMS-ek, hogy ki az a rászoruló. Szerintem ez dönts el az, aki levelet ír. Tehát attól, hogy mondjuk ő neki nem fogyatékos a gyereke, de egyedül él, és kettő van a gyerekből, és rossz körülmény, ő már rászoruló. Tehát nem kell így van, ezt nem mi mondjuk meg, van minimum három gyerek. Így van. Egyedül nem. Nem. Tehát azt érzitek, hogy ti valóban megérdemelnétek, és jó helyre menne, és nyilván objektíven próbáljátok a saját helyzeteket szemlélni, akkor küldjétek el az e-mailt, mert nem feltétlen, persze nyilván nagyon jó lenne mindenkinek adni, de tényleg nem csak az számít rászorulónak, ahol mondjuk, nem tudom, a három gyerekből kettő nagyon-nagyon beteg, hanem lehet, hogy valaki, akinek csak egy olyan napi problémája van, hogy egyszerűen autóval kell vinni valahova a gyereket, és nem tudja megoldani, vagy kezelésre. Szóval, hogy nagyon sok lehetőség áll fenn, nagyon sok lehetőség van, nem akarjuk mi a kereteket megmondani. Küldjétek el az e-mailt, jó, írjátok le az élethelyzeteteket, az elérhetőséget nyilván, hogy mi az adott szituáció, amiben vagytok. Hogyha van autó, akkor hány éves, vagy régi, vagy szervizben van, vagy ellopták, vagy nincsen. Miért lenne szükségetek autóra? Ez még nagyon fontos. Miért szeretnétek ti ezt megkapni? Miben könnyítené meg az életeteket? Szóval magát az élethelyzetet írjátok le nekünk. És jó? A gyerekek számát, minden. Így van, és az e-mail az nekünk sajnos az nagyon fontos, ha valakinek is, nincs. Nektek is, tehát hogy így ez legyen szentírás, hogy e-mail, ne SMS-ben küldjétek el, léci. Így van, Nóri, nagyon köszi, én állom a dobókockát a visszapillantóra. Köszönjük szépen. Nagyon rendes. Jó, de csak akkor a plüss. Igen, valaki a kopány kipufogót állja rá, hogy legyen meg a régi hangja. Igen, az menő egyébként, igen. Jó, szóval morningshow@classfm.hu, ez az e-mail címünk, és akkor mondjuk majd, hogy meddig várjuk az e-maileket. Jó, küldjetek el nekünk, ha úgy érzitek, hogy nálatok jó helyen lenne az autó.
Vagy rátok valaki... bízzuk, rátok bízzuk. Uh-huh. Nem, igen, tehát írjátok azt, ami a valódi élethelyzet. Így van, és lehet jelenteni is, tehát ha nem neked kell, hanem van olyan szomszédod, ismerősöd, akkor te is írhatsz az ő nevükben, hogy én tudok egy olyan családot, hogy... Bizonyám, hogy ne, így van, jó, tehát legyen nem csak magatokról, igen, igen, figyeljetek arra, hogy ki van mellettetek, ki a szomszéd, és ha rászorul, akkor te is megírhatod az e-mailt, nem kell neki jelentkezni feltétlenül, mert egyébként nagyon sokan vannak ebben a helyzetben, aki nem is tesz, hogy szégyelli, hogy ő ilyen körülmény. Nem kell szégyelni, most írjatok, segítünk, ha tudunk. Igen. Így van. Tegnap már nagyon sok SMS-ből összetudjuk majd tenni azt a kis pakkot, amit még adunk egyébként. Nagyon helyes felajánlások jöttek, úgyhogy mindenkinek elmentjük a számát, és akkor majd egy ilyen csomagban a Ladával együtt ezt átadjuk a családnak. Azt mondja, hogy mivel Lada, felajánlom a bologatos kutyámat, anélkül nem Lada, Lada. Aha, köszönjük szépen. Jó, de kaukázusi pásztor. Igen. Valahogy mindig sikerül jó helyre kerülni az autóitoknak. Gyerekek, jó lesz ez, Szala írja nekünk. Szala elkapta a fonalat, igen, akkor most. Elkapta. Hát sajnos az a baj egyébként, hogy tényleg rengeteg rászoruló van, tehát nagyon, nagyon nem nehéz úgy telibe találni. Tehát, hogy jó helyre kerül minden esetben, sajnos sok a rászoruló. Bizonyám, hát rengeteg e-mail lett. Ki ez a srác? Jó reggel! Laci! Megjöttél! Fényocko, vejjöttél, jó van? Hát erre mondják, hogy jobb később, mint soha. Így van, jöhetett volna 9-re is, na? Persze! Én mindig örülök, ha látom a Laci. Így van, megaludt. Igen. Igen. A Kalatom írja nekünk, az is nagyon fontos, hogy fent is tudják tartani a költségeivel együtt, így van, ez, erre is gondolni kell, de mi azért sokat tettünk annak érdekében, hogy az első egy év az lehetőleg költségmentes legyen, tehát üzemanyagkártyát szeretnénk próbálunk szerezni. Igen. Felajánlottunk itt mindenféle kötelező kaszkóbiztosítás kifizetését, téli gumiszettet a Feri által, tehát szépen összedobáljuk, és szerintem az első egy év az úgy, ahogy van, effektíve költségmentes lesz. Úgyhogy azért nagy dolog. Szerintem a rengeteg benzinkút fog most így hirtelen, hogy benzinkút hálózatra rendelkező cég fog most majd versenyezni azért, hogy ki legyen az, aki odaadja azt a bizonyos 500 ezeres üzemanyagkártyát, így van. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. És pénteken van egy kitelepülésünk, ugye megyünk Budaörsre, a Euronics-ba. Így van. Ahogy ugye sokan mondják, a Euronics áruház előtt leszünk majd az üvegstúdiónkkal, rengeteg nyereménnyel, rengeteg izgalmas játékkal készülünk. Sokan le tudják majd cserélni a tévéjüket, nagyon-nagyon drága dolgokat lehet majd nyerni, úgyhogy gyertek el pénteken. És nézzetek meg bennünket. És tök jó, mert Pestről kifelé kell menni. Tehát, hogy nem fogsz dugóba állni. Tökéletes. Ugye? Abszolút tökéletes, hát, nem fogsz dugóba állni, nem kell nagyon korán kelni. Kifelé jöttök, pillanatokon belül ott lehet lenni, úgyhogy pénteken találkozzunk Budaörsön. Jó, ott leszünk, oda települ majd ki a Morning Show üvegstúdiója. És azzal gondolkodom, hogy én annyira nem szeretek már így tarhálni taxicseket. Mi lenne, ha ott aludnék nálatok? Nálam? Hát ezt én egy csomószor felajánlottam, aztán sose jöttök el, tehát igazából... Várjál, megkeresem az e-mailjeimet, hogy akarsz ott aludni, vagy SMS-eket. Hívtalak már benneteket karácsonykor, gyertek át, meg mit tudom én. Karácsonyi meghívásunk van, de ott alvós buliról még nem volt szó. Tehát, hogy ott aludnál nálunk, és akkor reggel én vinnélek... Szerintem, hát mennyi ez, 5 perc leszünk tőle? Mármint a kitelepülés helyszínétől a Euronics-től? Körülbelül 5-10 perc alatt ott vagyunk. Tehát én 5-50-kor kell nagyjából tőlem elindulni, hogy ott legyünk 6 órára. Még világosba átérnék. Kis törölközőjével, fogkeféjével ott járkálna a lakásban. Akarom én ezt. Akkor ahol van egy lakosztály a házban. Hát legyen már rendes, vagy a hátul a kerti lak. Igen, ahol a személyzet lak. Ugye, ahol a személyzet. Meghúzza magát a személyzet mellett. Papucsodba ott járkáljál a lakásba, a kis hálósipkádba, a kis nejlon pizsomádba. Hogy ne kopogja. Jössz a kis hálózsákot, benézel a hűtőbe, rájössz, hogy itt semmiféle vegakaja nagyon nincsen, érted, aztán mész. Hát viszek. Zuhanyozni véletlen, rányit a gyerek ott zuhanyzás közben, meglátja az óriási plédet. Hát, akarom én ezt, hogy te ott aludjál. Nem biztos, hogy nem biztos, hogy nem igen, biztos, apa, akarom. Gyere csak gyorsan, nézni Ali bácsinak meg. Apa, tiéd miért nem ekkora? Apa, téged orrondod. Anya, te is gyere. De hogy ketten jönnétek? Vagy mi van a fejedben? Ez simán. Sima ügy. Simán. Ne. Mit ne? Főzök valamit. Egyébként? Na most na, egy picit elkezdett a dolog van, foglalkoztatni. Nem? Konyhánk van? Hogyne volna. Villany van. Jó. Villanytűzhely. Nem baj, tökéletes, minden megoldunk. Van, a hűtőkamrákon át. De vendégszobád van, nem? Ha valaki ott akar aludni. De valami hasonlóan. Na, akkor mi a baj? Ágyad van? Van.
Tessék. Hát ott járkáltok ott nekem ott leföl, most alá. Tehát, olyan, hogy alig én nem akarok ott veletek ott modoroskodni. Jól akarom magam érezni. Nem kell modoroskodnod. Igen. Faracsony nagy uram, egy jóféle serital, Ferencem. Fogyasszuk egészséggel ezt a jóféle serital. Na, fröcsnek való. Fröcsön van, fröcs nagyon sok orom van. Helyezz el lábikráit a vendégpapucsok garmadában. Na most ne legyél már spúr. Nem, spúr nem vagyok, csak nálunk este elég nagy káosz van. Rozét, mi? Nem, azt is szívesen adom. Milyen... Nálunk este elég nagy játszunk káosz van. Játszunk a gyerekekkel. Ez egyébként én tetszik. Játszom a gyerekekkel. Ez egyébként, na, ez egyébként egy vállalható alternatíva. És te közben mit szerintem csinálsz? Szépen, hát Feri, ellenőrző egy gyerekek. Megmosták a fogokat, én meg azt, hogy Viki lezuhanyzott, te normális. Kinek mi jut? Ki mit kapott. Jó, de én hosszú ideig zuhanyzom, nálam sokáig folyik a meleg víz. Sok nincs fog az, kopogni. Oda jössz, és aztán elkezdesz, hogy nyomorultul bekopogni. Bari, hosszú lesz a zuhanyzás, Bari, gyere várj ki a fürdőszobából, én jövök, leszúrsz azért, hogy miért nem matróz zuhanyzom. Ez még mindig hideg, akkor egy marmonkanával felfogom, és kiviszem a tujjákra. Nálunk nem jössz marmonkanával, hogy fölfogd a folyóvizet, amíg egy hideget engedek a csapból. Tehát, hogy akkor azt a életritmust kell felvenni, ahogy én élek. Hát akkor ennyi. Ami teljesen normális életvitel. Akkor, hogy ne húzzam fel magam, akkor nem a házban leszek, hanem a házon kívül. Hát ezt akartam felajánlani, hogy oda nagyon szívesen meghívnálok. Gyere a házon kívül, Feri akar alszik veled, lakják kint a kertbe, aztán reggel találkozunk. Mi van? Abba hát benne vagyok. Kettő fok lesz éjszaka, ne szórakozz már. Hát de ő szereti de a kihívásokat. Feri, négy szobás a kerti lak. gyere el a kertbe, állítsál föl egy sátrat hozzá. Te soha nemrég csináltatok a kert, tehát tök szép lehet. Mint egy kis arborétum, nem? Így nyilván baglyok ülnek a fán, igen, és gólyák laktak minden fa, és békák kurucsolnak a kerti tóban. Csak nehogy eltévedjek a sövénylabirintusban. A kukoricásban. Hátul a kukoricásban. Abba benne vagyok, ha nem jössz be a házba. Ne legyél már ilyen vele. Azt szívesen megcsinálom, tehát abba belemegyek. De hol fog fürdeni akkor? Hát hol akar? Elzártátok már a kerti csapot? Nem. Téliesítettétek már a kertet? Van kerti csap. Jöhetsz, fia, akkor megoldjuk. Jöhetsz, ha a kertben laksz. Jó, úgy vállalom. Nem, bejön, elkezd ott nekem rendet csinálni. De legalább rend lesz. Átrostálja a kukámat, mert hogy miért dobtam ki a joghurtos dobozt. Rám szól, hogy ne igyek egy pohár vizet úgy, hogy közben a kifolyó langyos vizet nem fogom föl egy flakonba. Ha két törölközőbe törölközöm véletlen, akkor ott meg nekem ne kell népnevelni, hogy micsoda környezet szennyezés. Mint amikor ugye oda elkezdett turkálni, tudod, a luknak az ellátmányába, és dobált minden. És aztán talált egy, hogy ilyen, mit tudom én, egy BSZ-roló. Tehát úgy átjöhetsz, ha abba belemész, és ígéreted adod, hogy nem jössz be a házba. Akkor sátorozza ki? Igen, kint sátorozhatsz. Tehát van egy no-go zóna, az neked a ház. Jó. Nincsenek no-go zónák. De azt szijjártod, hallottam, hogy vannak. Van. Ott náluk vannak. Lesz egy no-go zóna, igen, az a ház. A házon kívül neked bármit lehet. Jó? Hozol egy műanyag bidét. Ez mondjuk a WC-re bejöhetsz. Tehát WC-re bekopog. Pali, Pali, ez már nem vicces, ilyen kettő. Ha tényleg egy bevődje, befosok. Jó, tehát budira be lehet jönni. De miért kint nincs rá lehetőség? Miért lenne nekem a kertemben WC? Hát, hogy ne kelljen bemenni. De kinek van a kertjében WC? A kerti partira, akik jönnek, ők bemehetnek hozzád kaksizni. Ásul egy kis elvermeled, elvermeled. Ásul egy kis gödröt. A kertben, aki a múlcs alá szart. És majd lábbal rárudosod. Tehát, ha ezt a díjat elfogadod, hogy no-go zóna a házam, de kint a kertben alszol, hozol sátrat, adok neked plédet, jössz hálózsákkal, és ott kint én néha kimegyek, viszek neked teát, csinálunk egy képet, egy videót, bármit, de nem jöhetsz be a házba, akkor nagyon szívesen benne vagyok. Ha gondoskodsz róla, hogy akkor a kert az go-go zóna lesz. Na, benne vagy így? Ez nekem tetszik. Hát jössz hozzám úgy, hogy laksz egyet a kertemben. Hát ezt kevés ember mondhatja magáról, hogy a kertemben lakott egy estét. Hát gyere! Kicsit, amikor leverem a sátornak a csövekeit és az esőztetőnek a percet. Kérdezz, beverem a csöveke. Na, akkor még azt beszéljük át, hogy nem hozhatsz akármilyen sátrat, és éjszaka változtatnod kell a helyedet, hogy ne feküdd el a füvet. Tehát tök korrekt ajánlat szerintem. 3 óránként át kell költöznöd, mert friss egy ebtégle, és nem akarom, hogy hogy képzeled el a sátrakat, mint az ötves cirkuszét. Tehát, hogy nem úgy fogod, tehát, hogy ezek ilyen, hogy hívják, kipattintom, aztán ott van. És akkor csak rögzítem, hát ha lesz valami, tudom, hogy szép vihar, vagy ilyesmi, nem tudom, hogy felétek mennyire jellemző a hegyvidéken. De hogy... az már ott hegyvidék, csütörtök éjszaka, ott nagyon hideg nekem lesz. Ez tetszik. Jó, gyere át, meg vagy hívva, kaját adok neked, vacsorát készítek, viszek ki neked, de nem jöhetsz be a házba. Jó? Ezt tudom felajánlani. Jó? Egy kis tálkába így leteszem. Mit csinálok? Jani, gyere! Gyere ide! Jarika!
És akkor jössz. Jaját, itt vagy, jó van. Jó van, ne te kis buksi füles. Na, egy csak Elég vissza a sátorban, aztán nem elvissza. Mit a kertet. Jó? Ez jó, ezt tetszik. Fürdeni bejöhetsz, ha akarsz. Jó. De nem szólhatsz bele semmibe, nem rakhatsz rendet. Akkor a törölközőbe kell törölközöd, amekkorát én adok. És észdőlő lesz az. Rendes nagy törölköző. És utána éjszakára nyomás vissza a kertbe. Figyelj, ha nem mentek be fürdni, akkor sincsen. Ha esik az eső, akkor egyrészt megvonod, másrészt meg leverem, hogy hívják, az eső csatornán. A függőleges részt alállok, lelúztok, elkisolgatok. És egy óránként őrjárat. Igen. Ugye? Ja, és őrjáratoznod kell éjszaka. Tehát videoblogban kell archiválnod, hogy minden rendben találtál a ház körül, és őrjáratozol éjszaka. Csak mondom, hogy én este körbe szoktam járni a házat elemlámpával. Hát ez, akkor majd én figyellek bentről. Na, meglátok minden ablakot. Igen, nézz, itt van egy kukkoló. Mit ellenőrzöl olyankor? Mit ellenőrzöl? Macska, cica, kutya, poloska. Mindenki. Migráns. Migráns. Álljon meg! Van egy migráns a ház körül. Hány meg! Na, oké, akkor ebbe így benne vagyok. Milyen a sátrad? Nincsen sátram. Nem azt, azt te adod, nem adod? Egyet. Én plédet tudok adni, meg ezt a, mi ez a polifom. Polifom. Polifom matracom van. Az jó, jó, az jó. Mert tehát hálózsákom tök egyértelmű, hogy van. Igen. Ez teljesen egyértelmű, tartalék is van. A gyereké is jó nekem. Elmegyek és veszek egy sátra. Jó. Egy ilyen kétszemélyes. Oké. Okay. Hátha. Jó. Viki bejön betakarni. Nem, én foglak betakarni. Én foglak téged betakarni. És egyedül magányosan alszol kint. Nem, én kimegyek hozzád. Szia, Viki. Viki már rég alszik. Én a szomszéd vagyok. Hallottam a rádió, tudtam, hogy itt leszel. Gyere ide. Nagyon flamos vagyok, kicsi fiú. Ezt üzenem Balázsnak. Na, benne vagy akkor így? Ez jó. Én csütörtökig szeretnék látni egy képet a sátradról, hogy milyen mélyre akarod leverni a cöveket, milyen nem tudom, mit van sátorcöveket, hogy az milyen mély. Tényleg nehogy átűzd ott valamit. Komoly ökoszisztéma van a föld alatt, tehát ott komoly rendszer húzódik a föld alatt. Szerintem olyan sok nem leszek ott, hogy besárguljon alattam a fű, tehát hát, azzal kicsit nem lesz probléma. Kicsit félek tőle azért, hogy egy éjszak alatt ezt ott nagyon elfekszed, de majd utána megszellőztetjük a füvet, tessék. Nagyon fázik, tüzet tud rakni? Tud tüzet tényleg rakni, én tudok neked tüzet rakni, a kertben lehet tüzet nyár rakni. Nyársalunk este? Van nyár, én biztos, hogy nyársalok. Ja, jó. De akkor az végignézheted. Nem. Nagyon remélem. Majd megmondom, melyik ablakon kell felmásztod. Te Viki. Hallottam, furcsa zajt hallottam. És ott iszonyatosan erőködve kapaszkodsz az ablakba. Nem mész innen! Nem mész innen! Valami rá van tapadva az ablakra. Tehát csinálhatsz jó tüzet, tudok neked nyársat adni, egy van nyárs. Tofu nyársat. Csinálsz egy tofu nyársat. Májva cukrot. Májva cukrot csöpögtetett. Irítunk együtt májva cukrot? Nem, én akkor már aludni fogok. És hallgassunk együtt Dinnyés Józsefet. Neked ez remek szórakozás lesz. Boros Lajost. Bármit eltüzelhet a kertben, vagy van fád, ami direkt erre jó? Van erre száraz fa garázsban. Neki megy a japán csereszének. De ha megoldom. Van fejszém is, van farönköm is, amin fát tudsz vágni. Tehát teljes felszereltséggel állok a rendelkezésedre. Kint bármit használhatsz. Ha nagyon ideig van, befeketsz az autóba, kint megállok neked, tehát nem állok be a garázsba, akkor aznap éjszakára, és akkor be tudsz menni az autóba, rádod a gyújtást, és fűtesz. Ha nagyon fázol. Gyakorolhatok a feszített tűztükrőben? Gyakorolhatsz. Az úszás, is kell. A pöpölődet nem moshatok be. Ezt nem ígérem. Nem ér a merencébe disznókot. Így van. Nem ér semmi olyat csinálni. Ha túlos lesz reggel a víz, akkor kikapsz. Szeretném a víz állagát ugyanúgy megőrizni. De melegíted a medencédet, nem? Az 50 méteres otthon. Annyi, a meleg vízbe tudsz jó. Nem, nincsen ilyen. De annyi van, hogy mivel most kellett még az őszi tápot beszórni a fűbe, így két óránként megy az öntöző. Ezt elfelejtettem mondani. Tehát, hogy ez egy picit álló. Ez egy picit nehézség, de hogy két óránként most még nekem rá kellett indítanom az öntözőt. Bár most ugye első szünet van, tehát most nem megy az öntöző. Ha mázlid van, akkor nem indul el, de tudok róla gondoskodni, hogy elinduljon évfélkor egy program. Nem gond. És akkor de ilyen váratlan, ilyen túra jellege meg tudlak kicsit locsoltatni. Éjszakára befújja magam impregnáló sprébe. Jó, hát ilyen, valamit valamiért. Figyelj, valamit valamiért. Azt, hogy most 5 perc alatt beérek, ahelyett, hogy mondjuk az M0-áson bumlizok be fél óra alatt, azt szerintem megéri. Ez nekem megéri. Jó. Ez nekem megéri. Társat vigyél magaddal. Társat? Társat, hát ne legyen egyedül. Vállalj, ha gondolod. Én sátrazni. Ha gondolod. Hát, ha bemennénk, azt a vállalom, de hát így. Nem, hát gyerekek. Tényleg. Egy fölfújhatót. Tök jó, a régi Pamela 86-os guminő. Igen.
És azt írja, hogy hallgató, igen, hogyha jön ki a gyerek, akkor adjak rád egy cilindert, és tegyek rád egy nagy szakállat, és álljál mozdulatlanul. Ja, tényleg. Ne ijedjen meg. Jó, már vártam, hogy itt a kerti törpés poénak. Szeretjük, hogy a gyerek is. De tényleg, mit mondasz a Beninek? Tessék? Mit mondasz a Beninek? Nézd, már migráncsok lepték el a kertet. Hát milyen világ ez? Migráncsok, nézd meg, ott a migráncsok jönnek, mert bújnak a kertbe. Nem, megmondom, hogy Jani nálunk sátorozik, de Jani meglehetősen kényszeres, Jani nagyon más életvitelt él, mint mi, ezért nem akarom, hogy bejöjjön, rendet rakjon, okítson, végig jegyzetelje a dolgokat, hogy aztán másnap teli szája a vigyorogba hirdethesse, hogy... Ezért üzentünk Brüsszelre. Teli szája lő, péntek reggel ebből egy órás műsor csinál, hogy én mit csinálok, hogy élek, hány törölközőt használok, meddig fürödtem, mit tettem, mi van a hűtőmben, hogy pakolok rendet, mit csinálok, ezért no-go zóna a ház. Mindenhova benézek, mindenhova felmászok, de előre mondom. Ez a baj, hogy bejön budira, érted, és egy órával se tudom mi kitenni. Tehát, hogy ez egy másfajta dolog, ez egy no-go zóna. Jössz a kertbe, ott vagy. Jó? Ez tök jó. Benne vagyok. Kinézd majd, és 45 fokban meghajolva tudod egy túljának. A sátor helyet ki kéne fizettesd vele. Sátorhely? Attól most eltekintünk. Tehát, nem, tehát ingyenesen? Ja, mert ingyenesen. Be kell fizetni utána ezt valamit. Ezt most ingyenesen adom. Ja, hogy van valami ilyen idegenforgalmi adó, vagy valami. IFA. IFA? Ott. Hát azt tudod, egy darabig volt, hogyha a rokon alszik nálad, akkor nem kell fizetni, de ha neked egyébként van egy nyaralód, vagy házad, és fogadj a Jani oda megy. Jó. És ha örökbe fogadtam addig? Akkor mehet, akkor tök jó, akkor már rokom. Akkor örökbe fogadtalak most. Na. Jó. Gyere, hideg van nálunk, úgyhogy hálózsákot télek jó. Hozzá. Jó. Kint van elektromos, van konnektor? Inkább így kérdezem egy egyszerű. Van konnektor? Jó, nehogy már az áramot is nem, csak azért kérdezem, tudok mert... neked hosszabbítóval oda vinni. Az jó, az jó. Jó, de bizonyos limit mellett nem használhatod bármire az áramot. Nem, csak azért jó, mondom, tehát ugye akkor... te maximum telefon töltő vagy vízforraló, ezt engedem beledugni, minden más nagyobb fogyasztásnál automatikusan lecsapoltatom. Tehát le olyan biztosítékot rakatok, hogy ne menjen át, és lecsapja a villanyóra. Arra gondoltam, hogy viszek diavetítő. És a háznak a falán. Na, arra kimegyek veled. Nekem van diavetítőm. Te hozol lepedőt, én hozok szeget. Lefekszünk és ketten diát vetítünk. És hogy hívják oda lepedőt föl? Szegeljük oldalta, ízzel a közegy gyapot. Na, hát ezért nem akarlak beengedni a házba, mert ilyen terveket törölt. Tehát abba te egy szöget nem ütsz bele a házba. Nézzünk már diát a ház oldalán. Jó. Jó. Nem, Viki, nem tudom, mit fog szólni a diához, de ha Kati jön, azon nincs baj. Gabi, Kati, ez jó a dia, azt hiszem, picit erős. A diára mindig is ugrott. Meg is vagyunk. Jó, de akkor reggel már nem ébresztgetlek, ott vagy felöltözve, készen az indulásra. De a sátrat is már minden csomagolja össze. Tehát reggel mire én kijövök, 5 óra 50, sátor összecsomagolva, te ott állsz a kis terepszínű nadrágodban, várasz az autónál is, és indulunk a Juronicsbe. Jó, nagyon jó. Jó? Az a kép fog fogadni, hogy a hátamon a csővázos hátizsákban, rajta keresztbe felfújja a Pamela 86-tal, hogyha nem tudom esetleg leereszteni éjszaka, ott taposom a parazsat. Etünk! Kéz nagyobb! Egy jó marrapörköltet tudnék neked csinálni, de hát ezzel sajnos nem vagyunk előrébb, úgyhogy... De most reggel bemehet? Reggel beengedett tusolni? Vagy úgy kell álljon már, ott várjon téged. Hát örülnék, ha kint zuhanyoznál a kerti csapnál, de megoldom. Egy rövidre bejöhetsz. Jó? nagyon erőszakos, hogy hozatok egy tojtojt oda neked, hogy jó? Hogy másfél literes. Hozatok, lerakatok egy tojtojt, de csak az utcában. Tehát a kerten kívül, és akkor ott mehet. Ne elvermelem. Ha rendes kis buksi vagy, akkor elkaparod. Egy kis, egy ilyen gyalogsági ásóval. Így a gyöngykavics alá. Jó, hánykor számítsak az érkezésedre? Figyelj, mindenképpen világosba kell érkeznem, mert azért ott nem akarok ott bóklászni, meg tényleg azért látni akarom, hova verem fel a sátram. Jó, akkor gyere olyan, mint 6 fél hétre. Kempingszéken, ha? A kempingszékem. A kempingszék nélkül, mert tudok vinni kis horgásszéket, ilyen szétnyithatót. De egy jó kempingszék. Hát fogsz. Hát de ki akarok ülni a sátra mellé? Ott van egy ilyen tűzrakó hely, és ott ki tudsz ülni, az meg van csinálva. Tehát a tűz mellett tudsz melegedni. Egy igazi retro sátrazást akarok. Viszek majd egy kétkazettás magnót, és szól belőle a tö-tö-tö-tö-tö, limbo! Csak mondom, hogyha nem tudok lőni, nem tudok aludni, akkor a gyerek csúzdjával acélgolyókkal foglak lövöldözni. Ez van egy ablakrész, ami pont a kertre néz. Te van a gyerek még csúzdja, nekem meg vannak acélgolyóim. Először üveggolyóval indítok. Ha arra sem hakulsz el, akkor acélgolyóra váltok. Acélgolyóval, hogy kedves ismerősök. Jó, én benne vagyok. Meg is vagyunk. Hátiunk valakit? Bocskorikat?
Gabiékat hívjuk el? Este nyársalásra. De hát nincs nyársalás, már megmondta. Nincs nyársalás, hogy én monogám párkapcsolatban élek, én nem tudok nyársalni, úgyhogy nem vagyok benne. Andi már nagyon csöpög a májvád. Akarsz kis májba cukrot melegíteni? Hát az mennyire feelinges már. Jó, ja, és a vega kaját te hozod. Jó. Jó, tehát bármit akarsz enni, vagy bármit akarsz enni, fogyasztani, az a tiéd. Jó? Jó. Hideg vizet tudok adni. Jó? Ez a japán cseresznyén, ez ehető? A japán cseresznyén, igen, a babér nem tanácsos. Ja? Tehát ha lát kicsi fekete bogyókat, és azt hiszed, hogy szeder, az a babér. Azt ne edd meg, mert az nagyon erős hasonlítva. Kirabolom a mókusodúját. Ja, hogy a bogyós babócában, igen. Na jól van. Oké, én benne vagyok akkor. Jöhet. Meg is vagyunk. Jó, de akkor tényleg gyere. Jó. Szerintem ma vagy holnap elmegyek, és megveszem a sátrat. Jó. Oké. Fél 9 volt pontosan, 2 perccel. Én is mehetek hozzád? Vizek PlayStation-t, kérdez egy hallgató. Van, nehogy. Jani, lakókocsi, Feri, gyere te is lakókocsizzunk. Tudtok maradni hétvégére is, Ákos. Már nem engedett be a fűre, gondolom, a lakókocsit. Igen, nem, azt nem. Bejárati ajtó fölött lakjon, azt mondod másoknak, bio vízköpő. Robi, Janinak tudok adni sátrat, használ török között, Robi küldte nekünk. Igen, migráns költözött az udvarodra, igen. Este oda megyek, beengedtek? Kopasz úr kérdezi, onnan én lakom. Csináltunk egy ilyen kerti part, igen. Abszolút. Küldhetek egyébként az e-mail címükre a jelentkezést. Alapvetően 2 személyes sátra fel fogok vinni, csak nagyon fontos az, hogy tényleg fényképes önéletrajzokkal jelentkezzetek. Jó, mert az elsősorban a lányok. Mert nem fogok együtt aludni. Meg ráadásul kell a segítség, mert ugye körbe kell majd árkolnunk a sátrat a vízelvezetés miatt. Kérdezi egy hallgató, hogy wifi-t használ, te egyértelmű, hogy nem. De, abszolút tiltás van. Tehát abszolút. Nincs 3G, nincs, tehát nem, az internettel nem veszük el az időt. Tehát nincs wifi használat, azt mikor látozzuk saját magunknak. Nem rabolsz rá a wifi hálózatomra. Mindenféle csúnya felnőtt tartalmat. Amikor látom, hogy lelassul a wifi 10 órakor, a te sátradban meg ég a kis telefonod. És majd ott választok. Na, Jani. Elnyitettem a telefont, és akkor bejönnek majd ilyenek, hogy DOS.net, bocsi wifi. Mondd. Kancler Csabi, ami IT-s kollégánk, luxus körülményeket teremtene neked, mert azt írta most nekem, hogy Anna, Janinak üzenem, ott a lakóautom, hátul az udvarban, menjünk azzal, van lakóautója. Lakóautó. De nem mehet be az udvarvát, letapossa a füzet a lakóautó, nem kell. És reggel, hogy átnedvesedett a vízzel, talajot, képzeld el, hogy vúú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  tűzoltás. Annyi, hogy a biztonságőr mindenkit megmutoz, aki belép hozzánk testüreg mutozással együtt. Tehát ne próbálj meg a seggedben valamiféle patront felhozni, vagy behozni. És abban mindenféle károsanyagokat tartalmaz. Hát ez tartam. Meg miért? János, egy hapszifon! Húzzuk csak ki onnan azt a hapszifon! Júj, de nagyon stresszesek vagyunk ma, nehezen engedjük el ezt a hapszifon. Na jó. Ráadásul literes. Ja. Oké, írjátok, hogy dokumentáljátok a dolgokat. Persze, abszolút, lesz minden. Csinálunk videót, fényképet, ahogy Jani nálam sátrazik. Persze, abszolút. Látni fogtok majd ti is mindent, igen. Stoppoljak is előtte? Álljak így, azért, hogy az M0-asnak a szélére, hogy ilyen a papírtáblában. Most 10 óra, akkor hol vagy? Gyere már, még mindig itt állok, stoppolok, jó? Tedd, megyek érted. Budaörs Juronics. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. A medvékkel nem alszanak téli álmot? Hallottátok, hogy medvét látnak mindenhol? Nem otthon, nem otthon medve. Alszanak. Először azt hitte egy túrázó pár, hogy szamár. Aztán igen, hirtelen rájöttek, hogy az... medve. Igen. Két nógrádi kocok. Hangból tévesztették össze, színből vagy méretből? Nem, szerintem vigasztalták magukat. Nem, szamarak. Szamarak ezek. Szamarak ezek szívem. Nem szamarak. Ne. Ugye történt, hogy két futó elment, egy futó házas pár, ez csak medve lábnyomokra bukkan, de nem tudták megfejteni, ez milyen lábnyom. Sokáig arra gondoltak, hogy akár szamár is lehet, majd láttak valami barnát távolabb. Akkor nem voltak nagyon otthon a témában, tehát azért egy szamárnak a lábnyoma, meg egy medvének a lábnyoma, hát... Méretben, alakban, lábújban, és ugye? És egy biológus, de... Igen. És először azt hitték, hogy szamár, aztán kiderült, hogy medve. Uh-huh. Medvék túráznak a Nógrádban, és túráznak. A Nógrádban túráznak, így van. Kis hátizsák. Elszaporodtak a mackók, lehet, hogy Szlovákiából jönnek hozzánk. Honnan jöttek hát?
És folyamatosan jönnek a medvejelentések. Csak kirándul? Tehát vissza is megy? Vagy ő letelepszik? Na most a medve szerintem nem tudja, hogy ő Szlovákiában van, vagy Magyarországon. Vagy, tehát, hogy ez a hoppácska, átjöttünk a zöld határon. Érted? Nincsen ilyen a medvénél. Meg valamit érzett, vagy lehet, hogy tényleg valami kis olyan helyet, bevackolni való helyet talált magának, vagy keresett magának, ahol téli álmat aludhatna már, vagy itt kövérebbek a szemetesek. De nem arról van, hogy ilyenkor a medvék már téli álmot alszanak? Vagy mikor mennek el téli álmot aludni? Lassan nem kellene nekik bevackolódni és elkezdeni aludni? Mit kolbászolnak ezek itt még? Mikor alszik a medve téli álmot? Nem télen már nincs medve, míg igaz, nincs tél. Most azért tél, de lassan már kellene nekik aludni. Hát nem? Ők ideje korán rákészülnek a dologra. Hát jöttek. Kicsit körbenéznek, föltölti a készleteket, zsírt növeszt, és aztán bevackol. Lehet, hogy egyébként tényleg kukázni jöttek el. És agresszív volt a medve? Vagy nem, medve szerintem fél az embertől. Nem. Kívül az, aki, láttátok, 36 millió nézték meg annak az embernek a videóját, aki föltöltötte saját magát egy medvetámadás után? Való túrázott, vagy Kanada, vagy az Egyesült Államokban, és feltöltötte a videóját, hogy mi történik, ha összeakadsz egy medvével, aki védi a bocsait. Volt nála medvespré. Azzal lefújta a medvét. Erre még egyszer megtámadta. Amit nem nagyon értek egyébként, de egy videó üzenetet vett föl azután, hogy megtámadta a medve, hogy mi történt a fülével, a nyakával, eltört a csontja, most éppen sétál a kórházba, csak 36 millióan nézték már meg az ő videóját. Óriási szerencséje volt. Mint ahogy egyébként lehet a két nógrádi futónak is. Igen. De azért ez fura tényleg, hogy brum, halod? Csacsik. Gyere, simogassuk meg. Na, arra gondoltunk, hogy felhívjuk a még régen hallott Gyuri bácsinkat, aki ugye nem Nógrádban tevékenykedik, sokkal inkább ugye lent a déli határnál. Megkérdezzük, hogy mi van medvetámadás idején, és hogy van ő, látott-e medvét, ennyi. És mi a helyzet? Mi a helyzet arra fel? Ha nem is Szlovákiából, de Romániából átjöhetnek, ott is medvék. Simán ugyanaz. Így van, igen. Gyuri bácsi itt van velünk. Gyuri bácsi, jó reggel! Gyuri bácsi, ami drága Gyuri bácsi. Jó régen beszéltünk már vele. Jó régen hallottuk. Majd egy éve. Egy éve hallottuk utoljára. Mert rend volt, ugye Gyula is környéke, az az ő felség területe, tehát ott valóban a romániai medve. A környéket, hát most nem volt miről beszélgetni. Nem volt semmilyen határsértés. Igen, de most akkor megpróbáljuk újra felhívni, hogy Gyuri bácsi mondjon valamit nekünk, hogy mi a helyzet a medvével, mikor alszik téli álmot, hát ő, aki járja a természetet, aki ismeri a természetet, sok hasznos dolgot tud nekünk. Mostanában Romániából medvék csővázás hátizsákkal, hamis konyakkal. Gyuri bácsi, jó reggelt kívánunk, hello! Hello, szevasztok, Balázs, üdvözlök. Gyuri bácsi, hello. Ezer éve nem beszéltünk, hogy vagy? Hát nem beszéltünk, igen, egy kicsit mostan elcsúszott az idő. Mert nyugalom volt, jó nyugalom. Sokan kérdezték, a hallgatók kérdezték sokan, hogy mi van most, Balázsék miért hívnak. Na, mondtam nekik, hogy egy kis előnyugdíjba elküldtetek, de nyugodjanak, nem beszélni fogunk. De látod, hogy azért mi nem felejtünk el téged. Nem bizony. Köszi. Na mi a helyzet a déli határvidéken? Hát itt még egyelőre nincs medve. Nincs medve? Még nincs itt, de azért attól függetlenül ott is azért megkérdezelül jelezném, hogy az a két futó biztos medvét látott. Hát azt mondják, hogy medvét láttak. Először szamárnak gondolták, aztán kiderült, hogy medve. De hát tudod, a migrások is, azokban is van húcsuk, medveruhába beütődik. Aha, ja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 j
határon. A migráns, hát azok is. A migráns. Most hallottam, valami varrod a nagy mennyiségű medveruhát készített. Egyébként lehet, hogy medveruhába öltöztetik őket. De lente délen te védesz minket, minden rendben, nem jön medve, nem jön senki? Nem. Járod a határt? Úgy bizony járom, figyelek, nagyon figyelek. Olyan nem volt, hogy átkolbászolt Romániából? Nem volt, még itt egyelőre ilyesmi nem volt. Elkerülnek, most, ilyen most, híred van. Most egy olyan volt, hogy itten bejelentettek egy olyat, hogy háznál mosómedve. Ó, de hát az aranyos kedves, az nem bánt senkit, nem? Az így van, az biztos, hogy tartják, és akkor ott. Te mit csinálnál, ha medvével találkoznál, vagy mi a jó viselkedés? Hát szép csendesen húzódnék hátrafele. Igen? Ha igazi medve. Hát nyilván, ha nem migráns, aki medveruhába öltözött, persze. Nem kéne már aludni ezeknek a medvéknek? Hát most még napos idő van, ilyenkor hova alszik? Még most kajárnak nagyon. Ja, most jönnek, lehet kukáznak, nem? Most kukáznak, meg lehet, hogy lejjebb jönnek, igen, ahol kicsit az erdőből. Igen. Ahol több kaja van, ott fognak felbukkanni. És mi a helyes viselkedés? Te mit ajánlasz így szakmai szempontok alapján? Hát nem szabad, nem szabad megszorongatni őket, hogy sarokba szorítani, hanem inkább ellenkezőleg szépen eljönni onnan.
úgy csinál, mint aki észre se vette őket, tehát lelépni. Jobbra bedve, ne vedd észre, menj tovább. Hát csináljuk, mint hogy én észre se venni. Azok a futók is lehet, hogy megtanulnának futni, ha közelebb megtanulnak hozzá. Futottatok egyébként, tehát ugye egy pont arról szólt, hogy vagy arról is szólt, hogy ők aztán elkezdtek el skerázni elég keményen, hogy meglépjenek a medvék elől, mert nem akartak velük különösebben barátkozni. Jól is tették. Ételt dobunk nekik, az így jó tud lenni? Hát nem hiszem, az már nagyon közel van. Ne dobálod. Hát, mire gondolsz, van nálad egy téli szalámi szendvics, hogy az eldobod neki? Kicsomagolod, leteszed oda, és a béké elővel, és aztán elkezdesz hátrálni. Mindig van nálam egy üveg akácméz, amikor futok. Tehát ez teljesen rá. Igen. De mi van, hogyha kedvet csinálsz neki, és megy utánad? Gyuri bácsi, te hallottál a medveírtó spréről? Mert hogy volt egy amerikai medve riasztó. Támadás, hogy ilyen medve riasztóról, ami ilyen spré formájában lehet kapni. Nem tudom, nagyon kemény. Hogy kell vele bárni, mert ugye ahol egy-két méter oda kell menni. Hát igen. Igen, de azt mondjuk, hogy működik. Ez az úgynevezett medvetox. Hát nem tudom azt, hogyha csődbe megy a medvetox. Akkor nagy a baj. Akkor megint a futás marad, megint. Oda szaladok, lefújom, aztán elszaladok, igen. Egyébként meddig alszik a medve? Tehát ha mondjuk téli álmot, akkor meg tavasszal mikor jön elő? Vagy tényleg végig alussza, vagy az csak egy ilyen mendemonda? Hát szerintem van ebben mendemonda is, de van valóság is, valameddig alszik, nem tudom pontosan. Csak medvemonda. Amíg föl nem kell. Nem húztam még ki a medvével egy telet, tehát nem tudom annyira pontosan, hogy... És jársz még piacra? Igen, járok, szoktam menni, szoktam. És bevásárolok. Nem, bevásárolok, még ott a régi emberekkel beszélgetek, ismerősökkel. Ott a legjobb hírforrás a piac, tudod. És a határt mikor járod egyébként? Éjszaka, nappal, hétvégén, mikor mész? Mindig megyek, mikor rájövök, mindig megyek. És vadászol is egyébként, vagy csak úgy figyelsz a rendre? Hát nincsen területem, ahol be vagyok jelentkezett, van fegyverem, úgyhogy. Tehát illegálisan. A fiam az vadász, és akkor szoktunk úgy tudod, hogy beírat, vagy együtt menni azt akkor. Aha. Ha egyedül mész, akkor meg csak úgy oda-oda pörkölsz arra, ami mozog, aztán túrázó család éppen, de kicsit oda perkelsz. Mindenfele négyre csak oda pörkölök, úgy a nádas szélére. Ja, Isten! Ott mozog. Hát, ugrik valami, ilyen. Jó az egyébként. Csak egyébként jól vagy, minden rendben, az egészséged rendben van? Köszi szépen, nagyon jó vagyok minden. Jó van. No, semmi okay. Gond. Szoktalak hallgatni, azért szoktalak hallgattalak benneket többször azért már. Igen? Azért, hogy úgy közvetlenül nem beszélgetünk, de attól még hallgatom a műsort. Hallgat bennünket, jól van. Románokkal minden rendben jönnek, nem jönnek? Leálltad? Kezdenek jönni, úgyhogy figyelem a hátizsákot, melyiknél van. Mert azért az a kisördög nem alszik, tudod. Jó, hát azért a hátizsákos román azzal vigyázzunk. Jó, Gyuri bácsi, örülünk, hogy beszéltünk. Örülünk, hogy egy jól én vagy. Én is örülök nektek, hogy hívtatok. Köszi szépen. Remélem, hello, hogy tudunk még valamikor beszélni. Jó. Vigyázz magadra. Köszi, hello. Ciao, hello. Hát sokat a medvék viselkedéséről nem tudni meg, de annak örülünk, hogy Gyuri bácsi mindig nagyon jól van. Hogy még mindig van annyi vitalitás, mert egy oda-oda pörköl a nád színén. Csak ne én pihenjek ott a gyerekkel a nádasban éppen. Erre jön Gyuri bácsi, aztán hirtelen oda pörköl. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Láttátok a Csonka picit egyébként, hogy kigyúrta magát? Nagyon. Jó az én ezekre mindig kíváncsiak, borák kattintok tényleg ezekre. Így kigyúrta magát, úgy kigyúrta magát. Miért csinálja ezeket, de tényleg? Tehát látszik egy olyan fotó a Csonka picin, amikor egy bordásfalon, egy húzockodó rúdon, ugye húzockodik, de a bordásfal fokaiból látod, hogy olyan alacsonyra van téve ez a húzockodó rész, hogy szerintem áll a lába. Tehát konkrétan leér a lába. Pici, valami jó point ki kéne találni, hallod? Hello. Hogy most edzesz. Aha. Kucsász, mint hogyha úgy, de valójában nem is. Nem is. Nem kell, mert megerőlteted magad, meg akkor leizzadsz, az meg nem jó a fotón. Van, akik nagyon szeretik ezeket. És a szettjét láttad, hogy miben edz? A kockás klotgatyája az számomra csúcs. Ez az a fajta klotgatya, amiből simán kilóg a heréd.
Tehát megvan az a klotgatya, tudod, amit csinálsz egy ilyen terpest, és azonnal, és a középső, azonnal integet. És hogyha a középső varrás egy picit fölhúzódik, akkor az egyik helyre golyod, biztos, hogy ott azt szorítja a lábat. Vannak egyébként olyan celebek, akik ezt imádják. A Szabó Győző az előszeretettel fotóztatta magát ilyen edzés között, azokat is imádtam, de a kedvencem Gesztesi Károly teljesen egyértelműen. Őt láttam egy pár héttel ezelőtt az egyik ilyen képes magazinban. Ő is egy ilyen fürdő kis gatyában volt, ilyen hogy hívják, ez úszónadrágban volt, papucsba. Először, tehát hogy a papucs, ezt kifejezetten ajánlják egyébként konditermekben, hogy papucsban edzél. Igen, és félmeztelenül felül. Felül, ő félmeztelenül volt. Tehát, hogy azért képzeld már el, amikor hogy hívják, hogy... Valahogy nem látom magam a Story magazinban. Valahogy nem látom azt a Story magazinban, ahogy állunk ott félmeztelenül. Neki nagyon egészséges testtudata van, azért is képzeld. Igen, ő meri vállalni önmagát. Na, amikor Karcsi szeret félmeztelenül mutatkozni egy csomó újságban meg, szóval, hogy strandolós képek, tehát, hogy ezzel nincs baj. Van csonka számon? Kívjuk már fel a hírek után a csonkát. Hát, ha... Nekem van csak a számát, még ez a számat, tessék? Hát, ha nem edz. Csak, hogy mennyire gyúrta ki magát. És hogy miért csinál ilyen fotókat a Bordásfalon lógva, ahonnan egyébként nyilván a linoleumon van a lába. Teljesen egyértelmű, hogy nem tartja magát a levegőbe húzózkodva. Tehát ezt ő miért csinálja? Kérdezzük meg tőle, hogy pici, ezt miért csinálod? De most álltok komolyan edz? Mire? Kb. Annyira komolyan, mint amennyire Gáspár Győző edze. Ezeket is imádtam. Nem tudom, hát személyi edzőhöz jár, igen. Na, megpróbáljuk fölhívni. Alszik még ilyenkor, biztos alszik, nem? Á, 9 előtt 5 percem. 9 előtt 5 percem, rá lehet csörögni. Jó, 9 után, mert nem fér bele. Jó, úgyhogy... Ha azt nem érik, akkor meg tényleg hívjuk fel Gáspár Spartakus Győző. Hogy ő hogy csinálta, mi? Szemetek vagyunk egyébként. Ő is tök sokat lefogyott. Fogyott, az tény. Fogyott, igen, igen. Csak ott is az hírek arról szóltak, hogy kigyúrta magát. Meg hát látunk egy-két remekbe szagott Photoshop képet is. Meg úgy elindult egy fitness versenyen is. Ahol egyinduló volt a kategóriájában. Igen, celeb kategória, megnyerte. Volt is háborgás a fitnessesek között. Úgyhogy egyébként ingben volt. Megnyerte a celeb kategóriáját? Igen, igen, nem volt rajta senki. Senki. Neki csináltak egy kategóriát, de meg is nyerte. Ne csináltak mondva. Egy kategóriát. Igen, második lett, első. Na, az a durva, amikor csinálnak egy kategóriát, és nem tudod behúzni. Neki győzni arra, hogy te vagy egyedül, de nem tudjuk odaadni az aranyat. Ne arra, hogy nem jár az arany, egyszerűen nem tudjuk odaadni. Képtelenek vagyunk rá, hogy megkapd az aranyat. Ha egy ezüstben benne vagy, oké. Okay. Ha nem, akkor elnapoljuk az eredményt. És annyi kritikát kaptunk már szakmai molnáról, nem adhatjuk oda. Igen. Visszatartjuk az aranyat, vissza kell, hogy tartsuk. Na, megpróbáljuk följönni Csonka picit, csak hogy meséljen nekünk, és adjon erőt másoknak. Hogy most mennyit edz tényleg? Hát tudod, már utol is ért. A fánk. Nem, az átok. Azonnal felgyorsult karma. Valakiről valamit mondasz, mert utána már elmegy a hangot. Szóval picit megpróbáljuk felhívni, csak hogy meséljen nekünk, mennyit edz. Meg hogyan ott mindig egy sztori fotós. Nem? Hogy nem. Hát együtt edzenek. Picit szeretjük egyet. Az edzőtársa. Na, mindjárt hívjuk, szóljatok neki, jó SMS-ben esetleg, hogy keressük, hogy vegye föl nekünk a telefon, magánszámról fogjuk hívni. Hívjuk a picit. Befalaszom a postaládot. Vajon leadták neki a drótot, hogy keressük? Biztos. Edzés közül senki nem meri zavarni. Nyertél! Bondi Buddy! Bondi Buddy! Bondi Buddy! Nyertél! Mondjátok meg, mit nyertem. Egy lehetőséget, hogy beszélgess velünk. Persze, közvetlen a szánnal a biztosok után élvek. Köszönöm. Felhúztuk a témát. Milyen egyötört a hangod? Ez már az edzés? Mi a nem. Azért arra gondolok, hogy edzeni kellene, akkor ilyen gyerek meggyötört a hangom. Egész életemben ilyen volt, hogy ismered a hangomat. Persze. De mi ezért szeretünk? Szóltak, tudod? Hogy keresünk? Szóltak? Kaptál SMS-t, hogy a Baliék rólad beszélnek, hívni fognak? Adás, igen, és egyébként is nagyon szorul aludtam, hogy meg valami történni fog reggel, és ez vagytok ti. De ez örülök nektek. Hát ritkán zaklattok, hát ahogy nyáron zaklattatok utoljára, akkor azt a Shrek miatt. Nem emlékszem. Én is rosszul aludtam. Mi van? Miért aludtunk rosszul? Te tudod annak az okát, hogy miért alszunk néha rosszul? Nem tudom, mit jelent a front jelenség, de általában a bizonyos emberekre, mint rád és rám, ezek szerint hatással van. De én ilyen zaklatottan alszom ilyenkor. És ilyen ingerlékeny vagyok, de most nem, most kedves nem, most akkor jobb kedved lesz. Figyelj, láttunk egy-két fotót rólad, és láttuk, hogy nagy edzésbe kezdesz, illetve pontosabban kezdtél, csak aztán rajtad maradt egy francia rúd fekvenyomás közben. Ne, hogy ez most egy komoly elhatározás, hogy nekiálltál személyi edzővel edzeni, mert láttuk a fotókat.
Hát én igen, azt gondolom, hogy szeretnék egy piaci részt betölteni ezzel az edzéssel, hogy hát ha feláldozhatóban még bekerülhetek a következő epizódba. Nem tudom, mindenképpen valamilyen módon ez egész életem arról szólt, megúsztam az ilyen testmozgásos dolgokat. Ugye a gimnáziumban felszálltam a buszra, amikor körbe kellett futni a pérmezőt, és voltak ilyen húzásaim, de mindig azt hallgattam, hogy mennyire, miért nem adtok enni ennek a gyereknek, miért vagy ilyen sován, stb. És gondoltam, hogy akkor egyszer már életemben nekirugaszkodtam Katus Tamás segítségével egy olyan 8-10 évvel ezelőtt, aztán utána megint volt egy pár év szünet, és most azt gondoltam, hogy kicsit késsel, hogy itt az idő, hogy egy kicsit újra magamra szedjek. Egyszer át akarom élni azt az érzést, milyen az, amikor valaki kihízik egy nadrágot, mert ugye mindenki csak kifogy, vagy én is kifogytam egész életemben, de én ki akartam hízni, és most sikerült. És az a kép, ami készült rólad egy bordás falon. Az borzalmas. Hát az hogy, de hogy közben látszik a képen, hogy valószínűleg nem van a lábad a földön. Csak úgy csinálsz, mint a húzózkodnál. Az a kép törgy, egyébként nem az egy hülyeség. Hát így nem tudtam húzózkodni, mint egy óvodás játék falon lenni. De és az a gatya, az meg elnézést. Na azt a nadrágot kikérem magamnak, de tényleg. Szóval ez a kockás plot gatya. Jó, hogy te hoztál szóban. Igazatok van, ezt már le is vettem. Tehát már eltemettem. Most már mesztelenül nyomod. A gatya nélkül. Pedig ezt sose fogod látni. Nem, köszönöm. Aranyos vagy. Szóval, hogy nem volt ami normális cucc, vagy hogy ez? Én szeretem egyébként, csak ilyen atok jellegűnek tűnik ez a kis kockás nadrág. Évekkel ezelőtt egy jó ötletnek tűnt, de nem az. Vagy hogy ez egy vacak ötlet volt, de egyébként ez esküszöm, hogy nem tűnt a nadrágban a sadrág, hanem ezt úgy vettem, mint sportnadrágot, de nem jó, tényleg borzalmas, hogyha levetettem. Én összetem hosszú nadrágot. És mi most az edzőtermi trend? Tehát mit csinálsz? Súlyzókkal edzel? Vagy crossfit ezzel? Először is, amikor egyedül jártam le egy ideig, akkor mindent elcsaltam. Beszélgetek, csalok, telefonálok, mindent csinálok, és akkor úgy érzem végén, hogy mégis voltam edzeni. Ez egy hülyeség. Úgyhogy van két edző is, akinek rágva az idegeit. Itt mellettünk van egy konditerem, és igazából amikor ráérnek, akkor felváltva tudnak is foglalkozni velem, és hetente háromszor. Azt mondták, hogy aki hetente háromszor nem jár le, az ne is menjen, mert legalább heti három kell ahhoz, hogy látszódjon. Hát most nem mondom, hogy látszódik, de azért látszódik kicsit, mert hisztam 5 kilót, mondjuk ez se látszik annyira, de én tudom. De elkezdtél edzeni, és egyből felszettél 5 kilót, ez jó? Hát nem most, hát azért már 4-5 hónap ezelőtt, de ahhoz kell tényleg le kell járni hetente háromszor. Már 4-5 hónapja edzel, vagy 4-5 hónapja hisztál? Nem, 4-5 hónapja edzem, így ilyen intenzíveben, de ez azt jelenti, hogy de akkor ezek régi, nagyon régi fotók, ugye? Sajnos nem. Tényleg igazad van, az a fotó úgy néz ki, mint hogyha még soványabb lennék, de nézzétek meg az online-ot, jobb fotók vannak, mint az újságban. És van ilyen előtte-utána képet, tükör előtt? Láthatunk majd ilyet? Az imádom, hogy előtte, és mint a 9 hónap múlva, és egy utána képet. Csináljál egyet. De most már minden kell, most már a hülyeséget, most ennél jobban nem leszek, én most gondolom, legalábbis arra satszolok. De előbb-utóbb azért csak elkezdesz nőni egy picit előbb-utóbb. Gyerekek, hát hova nőjek már? Hát Schwarzenegger már kiöregedett, de én is lassan. Mert úgy szokták, tudod, az úgy szokták, hogy csinálnak egy előtte képet, csak mondjuk egy év múlva csinálnak egy mellé tesznek egy másikat, hogy mi a fejlődés, hogy mennyire látszik. De az előtte állapotom már túl vagyok. Mondjuk az előtte képnek ott van az elmúlt 40 év. Válaszhoz nyugodtan. Ma is mész? Ma nem megyek. Ma pihenő nap. Ma nem megyek, ma próbálni megyek, meg nem mondom még, mert hogyha most elmondom, hogy most hova megyek délelőtt, akkor megint elkezdtük cinkelni. De, se cinkeltünk. Súlyfürdőre kell már neked is járni? A Lukácsba. Nem, képzeljétek, hogy újság mellékleteként megjelenik majd valamikor novemberben a legsikeresebb dalaimból, nem mondjatok semmit. Jézus, egy Úristen. Na mi lesz a másik 9, mert én egyet tudok. Hihetetlen. Hogy fogják megtölteni azt a célét, Pici, mondd meg nekem őszintén, mert egyet mindenki tud, de mi a másik 9? Először is kettőt legalább tudnod kell, legalább kettőt. Jó, nem, van az egyik, aminek nem mondjuk a címét, igen. És a másik, hát a Ding meg a Dong, akkor mondjuk így, nem? Állj meg kislány! Az állj meg kislány! Állj meg kislány! Na jó, de várj, de lesz a három dal, ami viszont totálisan most készül, és ma legmiképpen Amerikában ma reggel küldt el az egyik alapot, úgyhogy nagyon jó lesz. Ez az feldolgozás. És van már lemez melléklete a Sudoku magazinnak? Amerikám, most már majd lesz. De mi az oka ennek, hogy új dalok készülnek? Nem kaptál elég visszajelzést az előzőekről, Pici őszintén? Igen, tudnak is, ez nekem nagyon fontos kérdőlek az életemben, tényleg. De azt gondoltam, hogy akinek megvannak ezek a lemezek, olyan elvetem tervezések, megvannak a régi lemezeim, azok is megvehessék. Ez lesz a három dalam, viszont sehol máshol nem lett hallható, csak itt. De lezártuk a témát, egy reklámot megérdemlek azért. Mondja nyugodtan! Örülünk, hogy tudunk egy kicsit segíteni, mondj nyugodtan ezzel intro. És
akkor most mész... Kijöntöttem a lelkemet. Most mész felénekelni? Tehát most mész a stúdióba? Majd délre, Rakoncaihoz megyek, igen, Pancsa Viktorhoz. Ó, csokoltatom a Viktort, mondd meg neki. Jöjjön sportolni, mert állandóan csak dolgozik, üzenem neki, hogy ne lógjon. Ja, te teniszeztek, ugye? Hát ha nem lógna állandóan, igen, de elmerült a munkában, úgyhogy már nagyon régóta nem láttam. Neked hát velem őt. Ez egy jó végszó lesz ennek a beszélgetésnek, hogy Alakonics Viktorról beszéltünk, és hát köszönöm szépen a megkeresést. Mi is köszönöm. Nagyon köszönjük. Nyomjál gyorsan 10 fekvőt most. Jó? Ezt nem közvetítem. Csókolok mindenkit. Vigyázz magadra. Csókoltatunk. Szia, pici. Ciao. Szia. Csak óvatosan az énekléssel. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Mondtuk, hogy egy érdekes témával készültünk mára, mert hogy a házassággal már mi nagyon sokat foglalkoztunk, és... Kínunkban. Kínunkban így van, a megcsalással is, meg az esküvővel is, a lánykéréssel is, a válással is, a válás utáni zsarolásokkal is, szóval sok minden volt, de talán ez a téma még kimaradt, és egyébként érdekes, mert hogy egy weboldal összeszedte a világ legrövidebb házasságait. És annak próbálom majd utána járni, hogy Magyarországon kik voltak azok, és miért, akik nagyon hamar meggondolták magukat, és úgy érezték, akár néhány hét vagy néhány hónap után, hogy nagyon mellé nyúltak. Egyáltalán honnan tudod egy hét után, ha most nem egy nagyon durva megcsalásról van szó, hogy valószínű mellé nyúltál? Ugye? Mert hát ezért tételezzük fel, hogy nem mindig ezért ér véget egy házasság. Ki az, aki rájön, vagy hogy jöhet rá valaki egy hónap után, hogy úristen, ez annyira nem működik, hogy nekem azonnal el kell válni. Szerintem ha nem laktatok előtte együtt. Igen. Az lehet, ugye, hogy a lakva ismeri meg az ember a másikat, hogy nagyon aranyosan eljárkáltatok ide-oda, kísérgetted a lányt, összejöttetek a családi vasárnapi ebédel. Lehet, hogy egy wellness hétvége is volt együtt, de igen. Hát... Igen, de azért ott se úgy viselkedsz, mint otthon. Meg volt a házasság, összeköltöztök, és ott kiderül, hogy, és ott kiderül, hogy mi nem rakja el. Így van, egy hét alatt azért már összegyűl a mosatlan, a mosogatóban. Na de egy hét után még szereted, és egy hét után még azért szerelmes vagy. Tehát a lila köd, az ugye az még ott van igazából, még akkor is, ha nem laktatok együtt. Tehát mi kell ahhoz tényleg, hogy emberek elváljanak? Akkor tévedés, hogyha azt mondod, hogy tévedés volt az összeházasodás? Hát... Nem lehet, hogy tényleg annyira idegesítő a másik. Igen, csak eddig nem laksz. Hogy rájössz egy-két hét után? Igen, inkább. A franc akarja. Mert nálunk nincsenek távol. Nagyon ilyen vegászi típusú esküvők, hogy elmész, és akkor hogyha félig benyomva, beszívva, vagy ilyen összeházasodok, aztán másnap meg elváltok. Na jó, de a pár hónap is durva. Tehát a pár hónap is durva, azt hiszem, hogy valaki két vagy három hónap után adta be a vállókeresetet, vagy fél év után döntött úgy, tehát most mi nyilván nem ilyen 24-48 órás időintervallumban gondolkodunk, de azért amikor három hónap után valaki elválik itt Magyarországon, hát azért az nem mondható sikeres házasságra. Hát igen. Ezt írjátok meg nekünk, hogy mi vezetett idáig, ha esetleg így jártatok, és hogy történt a dolog, illetve mire jöttetek rá, és miért ábrándultatok ki a férjetekből, vagy a feleségetekből. Hát az első néhány időben, hónapban lehet mondani tényleg, hogy akkor még az ember a legjobb formáját igyekszik nyújtani mindenféle tekintetben. Akkor még nem lobog a pukitól a papla. Akkor még nincs meg a puki bizalom. Igen, a puki bizalom az egy érdekes dolog, annak hónapok kellenek, netán évek. Szóval a puki bizalom, ugye erről mi már sokat beszéltünk ugye, itt. A puki bizalom az egy nagyon intim dolog, de annak ki kell alakulnia. A sarokpontja szerintem egy kapcsolatnak, ott válik el a májtól. Így van. Ott jössz rá, hogy valójában jól házasodtál, amikor a puki bizalom kialakul. Ha még nem várod meg, hogy kialakuljon, és nem mersz előtte durangatni, és nincs meg a puki bizalom, akkor a fene meget. Olyan van, hogy el kell válni. Hogy a puki bizalom már kialakul házasság előtt is? Tehát, ha mondjuk lehet, hogy ne, hát már egy kapcsolatban kialakulhat a puki bizalom, persze. Aha. A puki bizalom az egy nagyon fontos. Ha megvan a puki bizalom, akkor nyugodtan házasodhatsz? Nyugodtabban. Mindenféleképpen. Hát milyen házasság van az, ahol ott horgó gyomorral fordulsz balra-jobbra, és akkor itt kicsit lenyeled, visszafogod, és akkor ott feszít. Feszengve, görcsölve, alszol, érted. Kis kiflibe magadhoz húzod, ő nagy kiflibe átborul, és akkor érselen oda gyorsan. Alig várod, hogy kimenjen a szobából, és elvégezze a kis dolgát, és te közben, hogy kiürítesd magad. Biztos a macska volt. Aha. Nincs macska. Ja. Igen, hát az sokkal. A puki bizalom az nagyon. Az legalább azt tessék megvárni. Na nézzünk egy-kettőt, hogy miért és hogy történt a világ legrövidebb házasság vagy házasságai. 2012-ben Dubájban néhány másodperccel a boldogító után kimondták a nemet, ugyanis a férfi a szomszédszobában már le is rendezte a válást. Tehát hozzáment, majd rájött, hogy tévedett, ugyanis egy félreértés volt az oka, mennyasszony apja azt feltételezte, vagy azt a feltételt szabta, hogy a lánya tartsa meg a munkáját a házasság után is. A vőlegény
viszont ezt nem akarta, és azt hitte, hogy ez csak egy félreértés. Viszont a lány mondta, hogy ő ragaszkodik a munkájához, összeházasodtak és átment a másik terembe, jelezte, hogy ő válni akar, azonnal is váltak. Szerintem elég gyors. Hihetetlen ellentét van, bíróság. Nem tudunk együtt élni. Volt egy 4 napos házasság Nagy-Britániában, a férj féltékenysége vetett véget az esküvőnek, aki azzal vádolta a feleséget, hogy flörtölt a tanúval. Azért az is kemény. Mondjuk azért az nagyon meleg. Semmit a véletlenre, hogy ez igaz. A férfi annyira ideges lett, hogy nyakon harapta a mennyasszonyt, majd az összes ajándékot is tönkretette, és az asszony utólag bevallott, hogy túl gyorsan mentek oltál erre, nem gondolta, hogy így lesz vége a házasságnak. A férfi egyébként börtönbe került azért, mert nyakon harapta a mennyasszonyt, de sose bizonyosodott be, hogy flörtölte a mennyasszony a tanúval, vagy nem. És a házasság négy napig tartott. Van ilyen békítő tárgyalás? Mert egyébként ugye, ha hosszú ideig élsz együtt, szerintem akkor az nincs időhez van, kötve. Hát ugye akkor az van, hogy ilyen elsőfokú egyeztetés van, békítő tárgyalás, gondolják meg magukat a felek. Na most az 5 másodperces dubai esküvő, vagy mi volt az előbb, amit említettél, hogy a 4 napos után elkezdesz békítőre járni? A válási procedúra hosszabb ideig tart, mint maga a házasság. Igen, egy hónapokig tart, míg elváltok. Egyébként hosszabb, igen. Egy szaudi vőlegény is rájött egyébként. Ő a nász éjszakán döntött el, hogy visszalép. Egy dühös ex-bosszúja volt, kompromitáló képeket küldött a mennyasszonyról, amit egyébként még az ex-el követett el, és a drága ex elküldte a férnek, ami ugye nyilván nem tetszett neki. Mielőtt elmélyült volna a kapcsolat, ők elváltak a nász éjszakán. Tehát viszonylag ez is egy 24 órás kapcsolat volt. 1967-ben történt a világ legrövidebb esküvője, amikor egy férfi holtan esett össze, rögtön azután kimondta az igen. Szegény, jó volt. Végülis ez a szerelem sírig tart. Ahogy szokták mondani. Igen. Ő kimondta, és abban a pillanatban meghalt. Na, keresjük akkor itthon a legrövidebb házasságot, most nem tényleg 48 órában gondolkodunk, de írjátok meg nekünk, vagy meséljétek el, hogy mikor jöttetek rá, hogy úristen, ez egy baromi nagy tévedés. És mi volt az ébredés első fázis? Az is, ugye ez a fontos, amikor rájöttél, hogy ő talán nem biztos, hogy az, mint amire számítottam, vagy nem olyan, mint amilyennek gondoltam. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen SMS-ek jönnek. Hogy mi volt itt a legrövidebb? Pár hónap valószínű, nem? Hát szerintem hetes is van. Hát azért csak jók vagyunk mi magyarok ebben is, nehogy már hónapokig kelljen húzni a dolgot. Simán lehet. És amikor mondjuk jártok együtt 2 évig, tételezzük fel, vagy a gyors vállásnál az van, hogy rövid ideig jártatok együtt mindig? Nincs összefüggés szerintem. 2 évig érted, nem. Együtt jársz, összeházasod. És abban a pillanatban rájössz, hogy valami nem működik hogy? Már, igen. Itt van egy hallgatónk. Erika, hello Erika, jó reggelt! Sziasztok! Erika, hello! Szia. Na, először az időt mondd, hogy meddig tartott. Másfél hónapig tartottam házasságunk. Másfél hónap. Előtte volt együttélés? Nem, semmi. Te megláttad, és azt mondtad, hogy te kell lesz nekem. Nem, hát ez egy 10 hónapig, illetve 10,5 hónapig tartott az együttjárás, a házasság és a válasz úgy kapunk. De ebből maga a házasság az 2,5 hónapig tartott. Igen. Na, meséld, hogy mire jöttél rá, vagy miért ebből... Az ex-e volt szerintem, az ex-férje. Igen. Ó, Istenem, pedig ez jó történet. Pedig ez jó történet. Addig egy SMS, csak hogy mit írnak a hallgatóink. Zalában szokás a lakziban a mennyasszony tánc következtében az új asszony elrablása. Még gyerekkoromban voltunk egy lakziban, ahonnan én ellopták a mennyasszony, de nem hozták vissza, mint később kiderült, a rabló a csaj szeretője volt. Az ő házassága kb. 6 órát. Az is jó. És így várják, tudod. Hát ezek szépek ezek a szokások. Hát ez ilyen vacsorát csak igen, megvárod, ugye csillanlevés. De nem jön vissza. Itt van a hallgatónk. Hello, erre újra! Sziasztok! Na. Bocsánat, megszakadtunk. Szóval 2,5 hónap házasság után elváltál. Mi történt? Másfél hónap házasság. Másfél hónap, pláne, bocsánat. Mi történt? Hát nagyon egyszerű és banális oka volt az egész, mert kiderült, hogy a drága exem az hát meleg volt. Egyszerű és banális oka. A férjem homoszexuális. De várj, hogy derült ki, vagy erre? Hogy jöttél rá, vagy hogy nem tudtad a házasság előtt? Hát a házasság előtt én nem akart soha semmit. Igazából úgy házasodtunk össze, hogy nem volt közöttünk, nem történt meg az a dolog, ami ugye más találtam meg. Értem, összekültetek egymással. Aha. De mit mondott, hogy majd drágám az esküvő után, addig ne roncsuk igen, el? Igen, mindig azt mondta, hogy majd az esküvő után, szó szerint. És hát én még kérdeztem is,
annyit is, hogy ennek mi lehet az oka, és azt mondta, hogy szerint esetleg vallási okai lehetnek, már sem nem tudom gondolni. Biztos egy morbon. Igen. A baptista szentem. Ne, de várj, ott volt a nász éjszaka, esküvő után. Igen, hát készültem is elég szépen a nász éjszakára, tehát tényleg mindent megtettem. Mondjuk reggel 5-ig tartott az esküvőnk. Nagy lagzi volt? Eléggé nagy, igen. Nagy lagzi volt, aha. Sokan voltak, nagyon jó sikerült a lagzi, gyönyörű volt a ruhám is, minden jó volt, minden tökéletes volt. Itt még nem sejtettél semmit? Hát reggel, ugye, amikor hazamentünk, akkor hát megpróbáltam egy kicsit közeledni felé. Mégiscsak nász éjszaka. Ő elment zuhanyozni, aztán 4 óra múlva még mindig zuhanyz. Nem. Visszajött időben, azon nem volt semmi probléma, de azt mondta, hogy ne haragudj, drágám, én most nagyon fáradt vagyok, majd később. Itt se gyanakodtál, vagy itt se volt fura, hogy ha már a nász éjszakán sem? Reggel 5 óra van, hát mondom, lehet, hogy fáradt, tehát akkor még megint nem esett le a tantusz, megmondom őszintén. De másnap este, amikor demarkációs vonalat húzott az ágyba, hogy az az én felem, a másik az övé. Ne, tehát a közös együtt alvás az esküvő után ő húzott egy vonalat, hogy ez az ő része, igen, ez meg igen, a terézze. Igen, és azt mondta, hogy ha lehetséges, megkérde, hogy még a kisujjamat se dugjam át a másik felére. Azt a mindenit. Jézus, igazán szimpatikus. Halkan felhívtad mamát. Mama, természetvallás lesz. Valami nem stimmel, mama. Mama, segíts, gyere át. Az a baj, hogy akkor nem volt ennyire vicces. Most már nyilván tudok persze, rajtam. Persze, nem, persze. Már szörnyű lehetett. De és hogy derült ki maga az, hogy ő meleg? Tehát, hogy nem vallotta be soha. Tehát az igazság, hogy nem vallotta be, de tehát az egyéb jelekben, de hát azért mondjuk ez is azért eléggé ráutalója volt. Az az igazság, hogy én megérdemeltem valamilyen szinten ezt a dolgot, és tanultam is belőle. Tehát azért azt tudni kell, hogy most akivel együtt vagyok párom, ő abszolút maximálisan férfi minden téren. De miért gondolt, hogy ezt megérdemelted, hogy miért érdemelted volna meg? Hogy... Azért, mert belementem egy olyan dologba, amit én már az esküvőt éreztem, hogy nem biztos, hogy ez annyira működni fog. Én mondjuk el is szerettem volna fújni 3 nappal az esküvő előtt. De akkor azt mondták, hogy hát nem kell, mert hát biztos, hogy minden mennyasszony el szokott bizonytalanodni. Tehát, hogy ne fújj le. Na de ezt, amikor például bejelentetted, hogy vársz, akkor ezt megbeszéltétek? Vagy megkérdezted, hogy miért akarsz tőlem elválni? Tehát amikor a második nap az esküvő után is azt mondta, hogy tehát akkor ott megpuszta, hogy ezt a demarkációs vonalat az ágyba, és ezt szó szerint vegyétek, egy vonalat húzott az ágyba, akkor én mondtam neki, hogy hát ez nem lesz jó. De mivel húzta azt a vonalat? Tényleg, hogy hogy ilyen két matrac volt az ágyban, és ugye oda behúzta a lepedőt, ugye betűrögette, hogy ott a lepedőnek a betűrögette van. Vonal. Aha. Igen, és akkor azon túl én már, ha lehetséges, ne közelítsek. És mit mondod, hogy miért nem? Nem? Te nem kérdezted meg, hogy drágám, de házasok vagyunk, hát kéne szexelni. De nem, tehát ő ezzel azt mondta, hogy neki gusztustalan. Jézusom. Aha. És amikor aztán te bejelentett, hogy elválsz tőlem, mert mondta neki, drágám, ez egy nem természetes, hát nincs semmiféle testiség, meg egyáltalán, akkor ő mit mondott? Oké, váljunk el? Nem, én azt mondtam, hogy kap 2 hetet, hogy ezt szedje magát, és próbáljon meg férfiként viselkedni. És természetesen ezt a 2 hetet kikönyörögte. Igazából másfél hónapra, de én mondtam neki már, hogy 2 hét után beadom a vállópert, akkor ő neki fenyegetőzni, zsarolni, erőszakoskodni, tehát el akart ütni engem autóval, el akart a kutyámat. Jézus, tehát nem akart, ő beteg volt, ő nem meleg volt, ő beteg volt. Atya úristen. És azt ő elárult, hogy neki ez az egész miért jó akkor? Tehát akkor miért vett el feleségül, hogyha ennyire... A szülei miatt. Aha. Ja, mert hogy a szülei akarták. Igen, aha. Mert nagyon-nagyon a szüleinek akart kérdezni, az apukája is egy elég befolyásos. Aha, és akkor ott akart meg, nekik akart megfelelni. Igen. Na jól van, Erika, hát akkor egyelőre te vezet igazából. Bár már jött ön SMS, ahol 2 hétig tartott házasság. Hát, tehát vannak kompromisszumot köthetek, és hívhatta a feleségét Lajos. Erika, de akkor most boldog vagy, és megtaláltad. Igen, szerencsére 14 éve egy boldog. Ja, azt hittem, hogy 14 éves. Kisgyerekünk van, úgyhogy. Igen, ez nem érő történet, tehát azóta mondom, már kisgyerekünk van, úgyhogy. Jól van. Köszi, hogy elmondtad nekünk. Köszönöm szépen, hogy élek együtt. Ciao. Hello. Sziasztok. Szia. Hello. Igaz, egy érdekes kérdés, hogy csokolózás se volt semmiféle testiség, tehát azért ez egy érdekes dolog, igen. Azt írjátok meg, hogy mi történne, csak az, hogy nekem 1 hónapig, 2 hónapig, 3 hónapig, mert az nem sztori. Azt írjátok le nekünk SMS-ben, vagy írjátok, hogy hívjunk vissza benneteket, hogy miért váltatok el végül, miért volt ennyire hát rövid idejű házasság, jó? Tehát ezt is tegyétek hozzá. De nagyon jók jönnek egyébként.
mellettünk lévő településen Andott Csona menyecske tánc után a vőlegény elszökött a táncpénzzel. Csak kellett. Ha jó az információnk, akkor rulettezéshez kellett a pénz. Egy ismerősén vasutasként dolgozott, Nászútra elvitte magával a kisvasútját. Nászútra. És romantikus vacsora után összeszerelte a kis játékát, és azzal játszott, vasutazott. A mennyasszony közölte vele, hogy éljen egyedül, és vasúttal aznap este hazautazott. Azért az is komoly. Na, várjuk tehát a legrövidebb hátosságokat, ezt írjátok meg nekünk. Ha jártatok ilyen cipőben, jól keressük meg, ki volt a legrövidebb ideig férnél. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan egy perc múlva. Budakeszin iszonyatos a torlódás. Papi, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk ezt. Pesti budai alsó rakpart szintén halál, leginkább a budai egyébként, már a Mozaik utcától áll a dugó. Haraszti út kifelé 20 perce ülünk egy helybe, tudja valaki az okát? Köszi, Martin. Mindenhol őrület van. Háromlábú a Podmanicki utcában, a Bajza utca közelében mérik a Dózsa út felé haladókat. András küldte nekünk. Csoda, hogy még egyáltalán ilyenkor való trafiznak, nem? Hát mert hova is, ugye? Mindenki lépésben halad mindenhol, de tényleg, tehát nem is nagyon értem. Na, rövid esküvőkről beszélgettünk, és hát volt egy hallgatónk, ő érdekes történetet mesélt, Erika ugye, aki elmondta, hogy férje vonalat húzott az ágyába, és hát nem volt semmiféle testiség, se csókolózás, majd kiderült, vagy legalábbis erre gyanakodott, hogy az ő férje meleg, és el is kellett, hogy váljanak. De szegény nagyon itt a nász éjszakába. Hát ugye augusztus 20-a is csak egyszer van egy évben hatalmas tűzijátékkal, gondolom ő is arra várt, hogy hú, azt, apám, mi lesz, mi lesz itt? Igen. Azt mondja, hogy családi ismerősnek szombaton volt az esküvője, majd Nászút helyett már hétfőn látták a munkahelyén. Rákérdeztek, hogy mi történt, kiderült, hogy a nász éjszakán már 3 hónapos terhes volt a felesége egy rendőrtől. Gyors esküvő. Egy rendőrtől. Igen. Na, aztán... Micsoda? A volt osztályfőnököm férjhez ment, utána még azon a héten a Nászúton összevesztek 1 kiló banánon, már külögettek haza, és egy hét házasság után el is váltak. Hát figyelj, kiló, nyilván ahol voltak, ott nem volt 2 kiló banán. Összevesztek 1 kiló banán. Van, aki a táncpénzen veszik össze, valaki 1 kiló banán. Igen. Így van, Roli. Hello, Roli, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Hello, meddig tartott a házasságod? Hát körülbelül olyan 17 napig. 17 napig? Mi történt? Hát kérlek szépen az, hogy augusztusban megismertem a feleségemet, ugye előtte már ismertem mondjuk máshonnan, csak augusztusban volt az, hogy mi összeköltöztünk, december 11-ére megszereztük az időpontot, kimondtuk a boldogító igén, és december 28-án pedig hazaköltöztem. Az valóban nem sok, tehát az tényleg egy 17 nap, de miért költöztél el? Mert ugye, ahogy leköltöztem hozzá, a drága édesanyja nagykéssel fenyegetett minket, meg elég sok olyan dolgot megcsinált, amit nem kellett volna neki. Mama nem kedvelt téged? Az elején kedvelt, utána már nem. Meg milyen elején? Tehát ebben a 17 napnak a 10. napjáig, vagy hogy érted? Nem, hanem ugye augusztusban, amikor én leköltöztem, akkor még kedvelt, csak mikor megtudta, hogy házasság lesz, így onnantól kezdve nem kezdett kedvelni. Ja, hogy onnantól kezdve nem kedvelt. Hát. És lementél 11-én, kimondtátok a boldogítőigént, majd 12-én már késsel fenyegetett? Nem, már előtte is volt ez a fenyegetés. Tehát azért mondom, hogy mikor ő megtudta, hogy nekünk lesz a esküvünk, ő már onnantól kezdve kezdte ezt a fenyegetést. De alapjában mivel volt a baja? Veled? Vagy a házassággal? Vagy veletek? Nem tudom. Még a mai napig nem tudtam. Erre még a mai napig nem tudtam semmilyen választ kapni. És az nem volt opció, hogy ti elköltöztök onnan mondjuk, mert ha a lány szeret, akkor nyilván azt mondja, hogy mama, drága, tessék eltenni a konyhakés, majd nem tudom, kenyérszeletelésre, akkor mi elmegyünk innen. Nem volt semmilyen, megmondom neked egy őszintén, mert ugye direkt ott laktunk, hogy ma beszállunk a költségekbe, meg mindenbe. És nem tetszett neki. És elüldözött egy késsel. Nem csak egy, hát nem az, hogy elüldözött, hanem én fáradtam abba bele, hogy ugye mentünk volna a rendezvényre is, vittük volna a süteményt és a tárca süteményt, kivette a kezemből. Aha. Tehát voltak ilyen apróságok. Már mi az, hogy kivette a süteményt a kezedből, ezt nem értem, mint mi? Nem kivette, hanem kiverte. Ja, kiverte, azért ja. Kivette. Már pedig ezt nem viszed el. Adj ide, arra kis tartott. Így van, így van, így van. Igen, aztán kis tartott a torkot. Az öreg ninja. Na jó, megértem, hogy ezt egyébként hosszú ideig az ember nem bírja. Igen. Azóta találtál más, Roli? Így van, azóta boldog házasságban élek, hál' Istennek. 3 gyönyörű gyermeket szült nekem a mostani feleségem. És az anyát is kedveled. Ő neki nincsen édesanyja, meghalt sajnos betegségbe, de viszont apusommal nagyon jóban vagyunk. Na, akkor az élet kárpótolt. Oké, köszi, hogy elmondtad, csáó.
Nagyon szívesen. Hello, ciao, hello, hello, hello. Na jött még egy-két SMS a legrövidebb házasság témában. Azt mondja, hogy várjám, kicsit vagy a gépen. Olyan esküvőn voltunk, hogy úgy kellett őrizni a vőlegényt, hogy meg ne szökjön. A szeretőjével már babát vártak. Azért volt megtartva a lakzi, mert ki volt fizetve. Mert az mennyasszony még nem tudott semmiről. És a srácnak szeretője volt babával. Aha! Igen. Szép. A hozományon lett az összeveszés, egy ilyen lakzin voltam, a feleség összeverte a férjét. Szombat esküvő, hétfő már beadták a vállalkot. Az igen. De várj, a a hozományon. Kicsi, mennyi volt a bödönben, mennyi azt mondta, nem annyi. Atya úristen. Ószton szombaton esküvő, éjszaka kiderült, hogy a mennyasszonynak szeretője van. A jó akarok természetesen megsúgták, a vőlegény rákérdezett, mennyasszony nem tagadta, hétfő már is készültek a válásra. És ilyenkor azt gondolja mondjuk a nő vagy a férfi, hogy azért csak hozzámegyek, hát mégis rendes ember, majd ő eltalt, de a szeretőt megtartom? Mert hogy sok ilyen szeretős van. Nem tudom. És ilyenkor az ajándékokat? Az már sokkal szóval ki lesz a turmizgén? Ki lesz a turmizgén? Hát meg akik adják. Hát hogy azért arra adod, hogy mit tudom, érted? Holtodiglan, amíg a ásokapa el nem választ, te veszel nekik valamit. Aztán kiderül, hogy másnap elválnak. Ezért kell készpénzt kérni a lakziba. Az könnyen osztható ott a helyszínen. A vőlegényt elvitt éjszaka a rendőrség. A lány hétfőn be a váló persze. Ezt is SMS-ben kaptuk. Hölgyeim és uraim! Hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Vendégeink pedig megjöttek, hát úgy indultunk, hogy négyen, aztán tegnap már csak azt hallottuk, hogy hárman, de úgy néz ki, hogy ketten ide is értek, Tóth Gabi és Gáspár Laci, hello! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok! Igen, mi vagyunk az X-Faktor hősei, mindenhol ott vagyunk konkrétan. Nagyon rendesen, ha nem. Nagyon rendesen képviselitek a többieket egyébként, köszönjük szépen az ő nevükben. Az Alexra majd megpróbálunk rácsörögni, csak hogy egy röpke félmondat erejéig legyen itt ő is egyébként, mert hogy szórakoztató része a zsűrinek. Kinek a jelenléte miatt mondta le ki? Ki miatt nem jött el az ki? Az Alex miatt. Alexet mondtam neki, hogy jönnöd kell neked is, nem lehet ez neked annyira uncsi, hogy jönnöd kell. Laci, ez nagyon trágyául szól, de nem miattad, figyelj, aha, lehet, hogy az lesz inkább Miki. Inkább osszátok meg, osszátok meg. Na, én beszéltem telefonon Alexzel, és mondtam neki, mindenféleképpen jönnöd kell, mert egy csapat vagyunk, úgyhogy egyet nem csinálhatsz, és nem lehet neked ez is uncsi, mint amúgy majdnem minden. És és mondta, hogy hát nem, hát ő Debrecenből, figyelj Laci, én Debrecenből vagyok, nekem ez annyira nem jó, feljövök onnan, figyelj, ez nekem ez tök gáz. Figyelj, küldök egy autót, sofőrt, mindegy, csak gyere ide, mert ez nem. Nem, Laci, menjetek be ketten, majd telefonon leszek. Jó, okay. Nem ilyen profi. Jó a példa, Debrecenből azért nem várhatjuk, hogy valaki ezért felutazon. A tankcsapda megtette, de nem érdekes. Úgyhogy ez... De hát ott még van a lázat. Szóval ott még van egyfajta szakmai. Nem, mondta, hogy pont nem tudom, egy-két nappal ezelőtt volt fent, valami fogszabályzót csináltatok, nem tudom. Beszélsz. Jövő héten megint jön, és most legalább egy picit... Vagy urolom sem. Igen. De azért nem jött, mert akkor csináltatott. Közel a mikrofon, hogy forgassátok így magatokhoz. Tehát azért nem jött, mert akkor csináltatott fogszabályzó. De most meg állítottak a fogszabályzón, tehát várjál, a fogszabályzón most már ez így mindig játszani fog. Igen, annyit tudok, hogy az élő sor a színes fogszabályzója lesz, és remélem, hogy most nem utál, hogy elmondtam. Na, ezeket az infokat nem olvashatjátok egyetlen bulvárnak az én sem. Violex fogszabályozásának a hiteles történet. Egyébként Violex nagyon kellemes csalódás volt szerintem mind a kettőnknek, nem? Laci, te nagyon nagy spam. Hát a Lacival találtak én leginkább egymásra, azt látom. Hát tehát, de, megvan az egyik blokk, ugye a Peti és Te, Gabi, és a másik blokk a jobb oldalon, vagy nektek bal, ugye, az pedig a mindig Laci. Így volt az X-faktorban, hogy aki mellett közelebb volt mellettem, és ott ült valahogy azzal nyilván. Szerintem ennek semmi köze nincs a mi esetünkben ehhez. Az van, hogy az Alex nagyon nem akart velem dolgozni, ő majdnem én miattam nem vállalta ezt, egyébként elmondta az első forgatási nap után. De nagy. Tényleg? Igen, hát én nem voltam vele úgy, hogy nem vállalom el miatta, de nekem is voltak ilyen gondolataim, amikor megtudtam, hogy mondjuk ő lenne, akkor én is elgondolkodtam, hogy hát most az Alex. De mi volt a baj? Mit gondoltál róla? Én azt gondoltam, nagyon őszintén, de ezt neki is elmondtam, az volt az első gondolatom, azt gondoltam, hogy hát azért én most hogy ő nem letett ő már az asztalra, hogy most gyűrizem meg, most én is ott vagyok, és akkor most lehet, és igazad van. Én most őszintén vagyok, én neki is ezt elmondtam. Hogy ő letette már annyit az asztalra, hogy veled üljön egy asztalnál. Igen, ezt gondoltam, hogy akkor most... Szeretem, hogy ilyen őszinte vagy. Én tényleg ezt gondoltam, most miért? Hogy jön-e ő ehhez, hogy veled egy asztalra? Igen, valahogy bennem ez jött fel.
Aztán nagyon kellemesen csalódtam benne, de ő is ugyanígy volt vele. És ő neki mi volt a baja veled, azt elmondta? Hát, hogy túl sokat tettél le az asztalra. Igen, neki meg ez, hogy én meg ilyen mindenhol ott vagyok, hogy ő meg nem akar ilyen. Ilyen. Igen, most a legcsúnyábban kifejezve így van, hogy ő nem akar ilyen mindenhol szerepelni, nem akar nagyon nagy tévés média személyiség lenni, úgyhogy neki meg ez volt a problémája, hogy akkor most a Gáspárci, hogy meg hát ő is hallotta róla meg a régebben a pletykákat, hogy ezt mondják, hogy nagy képű, meg mit tudom én, és akkor voltak benne is ilyen dolgok, de az első forgatási nap után ez eltűnt, és most elmondhatom, hogy nagyon-nagyon jó barátok vagyunk, sőt, annyira jó barátok vagyunk, hogy én bárhol... Ugye azok a fránya előítéletek, azok a fránya előítéletek. Lehet, hogy Alex most dőd bele. Ugye én bárhol megvédem őt, én nagyon kevés ilyen emberrel, apukám volt ilyen, akire azt tudom mondani, hogy semmilyen hátsó szándék, semmilyen rafkóság, semmilyen... Nem ismer azt a fogalmat, hogy rafkó az Alex. Apukám volt még ilyen, nem, nagyon kevés ilyen ember van, és nagyon, nagyon őszintén elmondja azt, amit gondol, nagyon-nagyon true arci az ő szavaival. Igen. Úgyhogy mi nagyon jó barátok lettünk, és egyébként arra visszatérve, hogy az előbb ezt elmondtam, hogy mit gondoltam róla, most már nem azt gondolom, mert látom azt, hogy a csávónak olyan lexikális tudása van zeneileg, mindenhez hozzá tudott szólni, olyan stílusokhoz is hozzá tudott szólni, amiről azt tudtam, hogy micsoda. És egyébként jó füle is van, meghallja a dolgokat is. Azóta odafigyeltem a dalaira is egyébként, nem akarom itt reklámozni. Azóta de... már eljutott el odaig, hogy meghallgass. Kedvesem egyszer át. Igen, azóta odafigyelek egy-két dalára, meg mesélte nekem, hogy írt azt a dalt, amikor apukája meghalt, akkor írt azt a dalt, és ugye nekem is elég korán elment apukám, én is meghallgattam, és hatással volt rám. Lehet, hogy ehhez az is kellett, hogy megismerjem őt személyesen, de tényleg mi jó barátok vagyunk. És milyen a felhozatal? Meséljetek egy kicsit, mert nekem az utóbbi években már azért erősen az volt a problémám, hogy nem nagyon volt igazi felhozatal. Szóval, hogy nagyon felhígult a mező. Nyilván nem mondhattuk el mindent, hogy ki az, aki most már ugye tovább ment az élőbe, csak szólok, hogy bele ne szaladjatok egy ilyenben, mert hogy még nem tartunk ott. Az ember automatikusan elkezd neveket mondani. Nyilván, de hogy ugye eltelt egy év, ugye? Tavaly nem volt X-faktor, hogy ez segített azon, hogy újra olyan hangok legyenek, akik érdekesek vagy különlegesek? Én azt látom, hogy felnőtt egy generáció, tehát pont egy olyan korba léptek, hogy amikor már az van, hogy anya elenged, és akkor most már megvolt az érettségi, vagy betöltöttem a 14-et, ami a korhatár ugye a műsorban. Ezáltal nagyon friss lett, és egy teljesen új generáció érkezett, és mi is meglepődtünk, nem Laci, hogy mennyi fiatal tehetség volt, de ilyen 14-15 éves gyerekek. És hát ami nagyon fontos, hogy ilyen megjegyezhető karakterek vannak, ami, tehát nem az van, hogy van egy ilyen civil kiállású csávó, aki meg sem mozdul, csak ki van gyúrva és jól énekel, hanem tényleg olyan, aki így beleég az embernek az agyába. Úgyhogy ennyi, én nagyon örültem neki, mert meg oda kövültem az X-faktor székbe, ugye miattam nem vitatkoztak a többiek, hogy miattam nem ülnek be, mert nem volt más választásuk. Ha nagyon őszint akarok lenni, akkor azt is el kell, hogy mondjam, hogy voltak bennem ilyen félelmek, hogy hát már annyi tehetségkutató volt, és tényleg, hát nem tudom, az első tehetségkutató, ahol én voltam, meg aztán az 13 éve volt. Atya is, 13 éve volt, nem is emlékeztem. Azóta szinte jó minden Isten. Évben több tehetségkutató, de van olyan év, amikor négy fajta tehetségkutató is van, és én is elgondolkodtam azon, hogy hát hol lesz már most megint jön ez is, és most pont itt vagyok, és most pont milyen jó lenne, hogyha lennének tehetségek úgy, mint régen is voltak, olyan ember, akiket meg lehet jegyezni. Én! Nem, hát tényleg, régebben azért volt, akik fennmarad, nehéz fennmaradni. Hát hány tehetségkutató van már, nem tudom, volt már, vagy öt. Amikor egyébben kettő is, persze. Nagyon sok volt. Két kereskedelmi csatornám. Ez bennem is megvolt, hogy pont amikor most már itt vagyok, akkor pont lehet, hogy most már elfogytak a tehetségek is. És igazából nagyon örülök annak, hogy főleg a nagyon fiatalok, de tényleg a 25 pluszosokból is vannak olyan tehetségek, akiről csak azt tudtam gondolni, hogy úristen, hol voltak ezek eddig? Meg már 50 plusz, annyit elárulhatok. 50 plusz. Van 50 plusz is? Vannak olyan, hogy 50 pluszosok. Igen, tehát vannak ilyen nagyon idősebb korosztály, akire tényleg az ember képes ilyen előítélettel állni, hogy megérkezik a színpadra, hogy mi lesz, de hát voltak nagy pillanatok, úgyhogy érdemes lesz majd. És hogy bejönnek, és hogy mit fogsz énekelni? Csongrádi Kata. Igen, úgyhogy tényleg van. Vegyes a csapat, nagyon vegyes a csapat, és mi is nagyon jól működünk így együtt, mentorok. Tehát, hogy nyilván nagyon tüzesek vagyunk, mi is a Lacival elég ilyen ösztönlények vagyunk, úgyhogy hát két dudás egy csárdában néha nem fért be, de a legfontosabb, hogy én nagyon szeretem és tisztelem a Lacit, és mindig mindent meg tudtunk beszélni, úgyhogy igaziból ennyi, nem Laci? De most tényleg így nagyon őszintén, persze a szerződésetekben benne van, hogy igent kell mondanatok erre a kérdésre, de hogy volt olyan
pillanat, amikor így mind a kettő, vagy egyikötök, vagy a másikötök egy-egy énekesnél azt érezte, azt gondolta, hogy basszus, ez nagyon-nagyon durva. Hát ezt talán én se tudnám így, ahogy ő tolja. Tehát, hogy én azért azt nem gondoltam. Laci hiúságát ismerve ilyen nem volt. Igen, nem volt. De vannak nyilván, tehát hogy ilyen csiszolatlan gyémántok, aki tényleg az, hogy bejött, és azt látom rajta, hogy már el tudom képzelni, hogy majd ki fogják őket sminkelni, szépen meg lesz a kis stílusuk, és az ének tanárok, ha a kezelésbe veszik őket, akkor ebből olyan durva nagy sztárokat lehet faragni, akik tényleg kicserélhetik a pop szakmát. Tehát ilyen kukacsintottatok. Reméljük nem rá. Igen, hogy egy legyen bennünket. Igen, de annyit szeretnék elmondani, hogy tényleg hiába, hogy sok tehetségkutató, és nagyon sok támadást kapunk, hogy nyilván a fülünkre van minden mondva, hogy mi az egész irányított, hogy tényleg azt szeretjük az X-faktorba. Igen, csak a Lacinak, meg a Biolexnek nem. Hogy azt szeretjük az X-faktorba, hogy annyira spontán történik minden, hogy mi ránk mentek, és mindig el is mondták, hogy figyelj gyerekek, amit ti elmondtok, az le lesz adva kész pont. Kérdezi egy hallgató, ez nagyon fontos, hogy Stone visszatér? Nincs meg Stone, Laci. Nem tudod ki? Nem tudod ki? Nem. Akkor szerintem te még odát voltál. Tessék? Ez is hallgató, igen, jó kérdés. De mi kedveljük őt egyébként, a jó arc. X-faktorba volt a malekféle Zambó Stone generációval együtt. Igen, ez egy, jó, hát az X-faktornak. Visszatérhetne se... egy jó Takács Tamás Dirty Blues band. Nagyon szeretem azt a részt, amikor a ti dalaitokat hozták, és volt egy ilyen blokk, ugye, amikor összevágták azokat az énekeseket, akik vagy tőled, Laci általában, vagy Biolex-tól hozott egy-egy dalt, még egy Puskás Peti is becsúszott. Én nem is tudtam, hogy te ennyire kiborulsz azért ezen, mikor a saját dalodat ilyen rosszul hallod. Hát az, hogy még a szöveget se tudta, és hozzátöltött ilyen hülyeségeket. Ráadásul úgy akart elnyomni, hogy az én hangom ott szól azért, hogy az én hangomat is elrontsa. Volt egy ilyen, igen. Igen, amikor a te dalod alatta szólt, igen. Azon te láthatóan kiborultál. Neked az rosszul esett? Rosszul esett, de nem úgy, nem megsértődtem, vagy ilyesmi. Kicsit úgy tűnt. Rossz volt a pillanatot úgy megélni, hogy így hallottam a dalt, és hogy... De miért nem találtak a karaoke verziót? Vagy miért szóltál te is alatta? Én nem tudom. Ez nem tudom, valószínűleg ez egyetlen támasz volt neki. Utána mondták azt, hogy amikor mondtam, hogy persze nem tetszik, akkor azt is hallottam, hogy hát megijedt a saját hangjától. Ha vagy a tiesztő. Volt az, akivel összeszólalkoztál, és még ment ki a folyosón, és még utána... Nagyképű vagyok. Utána kiabáltál, igen. Akkor másik azt mondta, hogy tovább kellett, hogy engedjem őt, mert hogy egy a vérünk. Mi már téged, főleg a Vízió című számodra. Menjél, more, a magadnak haza! Menjél magadnak haza, more! Vagy nem tudom, hogy mondtad, de hát azt imádtam, és ezzel le is rendezted. Szerintem ő csöndben maradt, tehát onnantól kezdve... Hát, de hát most, na, hát az volt. Igazad volt. Na, hát igazam volt, de azóta... Mindig igazad van, Laci, az... merjen más mondani. A Laci egy hiúpali azért, de azóta, nem? De azóta egyébként annak a csávónak a felesége, vagy a nővére, vagy a huga, vagy nem tudom ki az neki, vagy anyukája, azóta támad engem, vagyis támad engem folyamatosan az X-faktor oldalokon, mindenhol beírt, hogy na és hiába meg, de ilyen tök helyes írási hibákkal tele, hogy ilyen nagyképű, olyan nagyképű, nem hallgattam meg a gyereket, meg sokkal jobb, mint ő, meg itt, és akkor beírtam neki, hogy én is szeretlek. Na és ezt, figyel, a nő ezt komolyan vette, hogy én szeretem őt. Azóta bejelölt, azóta rajongói oldalon bejelölt, és azóta írogat, hogy azért ez ennél nagyon jó, jó ez a képről. Ez mindig így van, hogy a leghangosabbakat a kicsit megszeretett. Mindig így van. Úgyhogy mindenkinek azt üzenem, aki bánt, vagy mit tudom én, vagy nem bír, hogy szeretem. Ez téged zavar, mert már itt is elkezdted mondani ezeket a reakciókat. Ez zavar? Nem tudtad, amikor vállaltad, hogy ez lesz a következménye? De hát persze, hogy mindig tudom azt, hogy az ember kap jót is, rosszat is, főleg, hogyha önmagát adja. De az, hogy ott, onnan még bekiabál, hogy nagyképű vagy, meg hogy nem, te sem tudsz énekelni, meg hallottuk már élőben, nagyon rossz vagy, meg mit tudom én. Azért nem számítottam, hogy már ott megkapom meg. Számomra már a celeb alatt kiderült, hogy te egy érzékeny srác vagy egyébként. Tehát, hogy... imádom a Laciba ezt az ösztönösségét, úgyhogy tényleg tehát, hogy azt imádtam benne, hogy amikor mondjuk vannak viták, tehát nem értek veled egyet, miért szerinted, de rosszul gondolom? És egyből magára vett, hogy mondom, nem te gondolod rosszul, csak máshogy gondoljuk. És akkor ez volt, de aztán itt a táborra szerintem de nagyon mindig, össze... mindig kiderül, hogy jól gondolom. Tehát... Tudom, hát azért mondom. Mernénk más mondani, persze. Így egy hallgató, ez is hozzászólás. Miért nincs háttalülés, az jó volt? Miért nincs háttalülés? Ez másik valami, nem? Na, ez a humor igen, benne, látod? Ez volt a vicc. Ez volt a humor, ugye? Ez volt a vicc, Laci, látod? Ez egy ilyen műsor. Megrúgtalak az asztal alatt, hogy most poén jön. Gyerekek, a Bálya Alex itt van a vonalban. Lehet, hogy meg föl tudjuk kérdezteni. Alex, jó reggel, ciao, hello.
Hello! Szevasztok, már beszártam itt az unalomtól, hogy mikor szólítottak majd. Ez is nyilatkozott, megint mondtam, hogy unni fog, én mondtam. Az unalom, az unalom a te imidzsed része, Alex, egyébként, és a te karaktered, és a te karaktered része igazából. Tehát nem te lennél, ha nem unnál mindent. Igen. Mi is egyébként nagyon szépeket mondtatok rólam, srácok, és igazából az a része nem tetszett, amikor már elkezdtetek nem rólam beszélni, mert az annyira jó volt hallgatni, hogy ilyen jókat mondtak. Most amúgy már sokkal jössz egyébként, Alex, már az a facén is megvédtelek. Komolyan? Hát nem mondd, hogy nem tudod, te is még jobban is írtál. Akkor jó, hogy ott látod, milyen elégedett. Te egy elég megosztó személyisége vagy egyébként a zsűrinek, Alex. Mi van a fogszabályzoddal, megcsinálták? Nagyon király. Nagyon király lett? Figyelj, én nagyon szeretem. Itt várom itt a pokoli fájdalmakat már 2-3 hete, de amúgy nekem nem fájt a fogszabályzás egyáltalán. Mi kellene, hogy fájjon egyébként? Vagy azt mondták, hogy fog kellemetlen? Nekem azt mondták, hogy ez egy nagyon fájdalmas valami, hát, de nem az egyáltalán. Zavart az éneklésben, vagy miért kellett? Vagy ez különkérdése volt az abban, abban zavart, hogy nem... Tehát, hogy nem szerettem annyira mosolyogni, mert nem úgy áll a fogam, ahogy kellene szerintem, és ez engem így zavart. Meg egyébként így egészségügyileg annyira nem, tehát nem olyan jó, hogy azt mondják, hogy ilyen mély harapásom van, vagy mi a fene. Tök unalmas vagy, Alex. Mély harapás. Ja, mély harapás, vagy valami. Mély harapás. Nem tudom. Unalmas vagyok, Gabi? Nem tudom, nem. Te mondtad, mondom, most én is mondom. Figyelj, most egy kicsit, hogy igen, most egy icipici. Te mit adsz elő a koncerteiden, Alex? Gáspár Laci dalokat szoktam. Valahol láttam, hogy 40 perces Bája Lex koncert, ezt láttam, de hogy gondolkoztam, hogy van-e nálad is neotomblok, mint a Kassa Tibinél. De úgyhogy jobb, mint az eredeti. Igen, tényleg? Én úgy szoktam, mindig. Igen, a csávónak mondtam, tudod, a Gógyinak, hogy leállítottam, és mondtam neki, hogy ne énekel tovább, mert nem akarom, hogy leéges magad, vagy engem is. Most ezt nem is mondtam. Meg engem is. Jaj, de jó volt az, jaj, Istenem, ez az előválogató, ez életem legszebb. Az előválogató sokszor az X-faktorban nézettebb, mint az élő. Tehát, hogy... Tényleg, tehát effektíve azok a legnézettebbek, mikor a casting adások mennek. Bár ezzel a négyes mentorcsapattal én nem tudom, mik lesznek az élősóban. Pont ezt beszéltük, nem, Alex, valamelyik nap telefonon is, hogy hát ez lehet, hogy hajnali 3-ig fog tartani az élő adás velünk, amit mi ott le fogunk tolni. De én szeretem ezt a kicsit unom, kicsit flagma vagyok, kicsit más vagyok stílus. Tehát engem ez szórakoztat. Láttuk már ilyen. Azért szórakoztat téged, Balázs, mert azt látod, hogy én vagyok a fiatalkori önmagad. Hajrá! Nem, ez feltétlenül jutott ez így ebben a formában eszemben, de szórakoztat, hogy te ott ülsz így baromi írottan, de ami jó, arról elmondod, hogy jó, ami nem tetszik, akkor azt is tök őszintén. De azért, hogyha válaszolod kellene, hogy ki a fiatalkori önmagad, az Istenes Bence vagy én, akkor engem választanál. Igen, a külsőségekre a Bencét, de személyiségre inkább téged, igen. A mély igen. Harapás leszámítva. Na jól van, Alex. Oké, köszi, hogy itt voltál egy rövidre csak velünk Debrecenből. Mikor jössz? Ennyi, azt hittem, hogy az egész műsor rólam. Hát eddig is rólad beszéltünk, de rólad is rólad fogunk, csak ezt már nem akarjuk, hogy halld. De figyeljetek, jövő héten ott leszek, aztán majd hívjatok be, és beszélgessetek csak velem. Remélem, már egyszer feltolod a képed a nagy faluba. Gyere, jó? Megye, jövő héten már ott leszek. Na jó, van, akkor majd beszélünk. Köszi, Alex, ciao. Gyere, jó futás, jó edzést. Ciao. Sziasztok. Szia. Ő fut egyébként? Minden nap 5 kilométereket nagyon fut. Nagyon durvás. Tényleg? 5 perc alatt? Vagy? 5 perc alatt 5 kilométert? Az egész jó átlag. Az egész jó kilométer átlag, igen. Durvá, mint Chuck Norris. Igen, amúgy, kb. Igen. És egyszer rúgott félre, azóta is kék az ég. Laci, neked most született a gyereket? Tényleg? Nem olyan régen? A hányadik már? Harmadik gyerek. Nem olvasok sztori magazint, ezért harmadik. Noelnek igen, hívják, látom. Noelnek, igen. Na és most milyen? Mesélj róla, jó? Jó, igen, most 2 hónapos. Már tudjuk őt vinni ide-oda. Még az arcod is megváltozott, igen, ahogy elkezdtél ugye? Róla beszélni. Elérzékenyült. Hogyne, hát imádom. Mindegy gyerekemet imádom, Noelt is. A Noel az honnan jött? Kezdetbe küldt egy régebbi sztori magazin Balázséka? Mert hogy? De én gyerekemet ja. Nem tudtad? De tudtam, de. Nem vagyok névirigy, tehát engem nem, nagyon tetszik nem ez a név. Eleve mindig is tetszettek azok a nevek, amik kicsit bibliai eredetűek, és volt a Joel, meg volt a Noel. A következő Alex lesz. Inkább jobban Noel. És inkább jobban tetszett a Noel.
De tudod, így beszélgettünk Nikivel, hogy milyen nevek jöhetnének szóba, és a Noelle egyből azt mondtuk mind a ketten, hogy nagyon jó, nagyon szép. Nagyon szívesen. Mi úgy fogjuk beszélni, hogy Noika. Nagyon szívesen. Hát abszolút. Hát, vigyétek, hallott? 2009-ben a Bennett is nagyon ment. Gabi, te más néven folytatod? Azt olvasom, hogy új dal is készült, és etno, illetve modern stílusban utazol most, tényleg? Igyekszem, igen, a régi új önmagamhoz visszatérni, mert hát nyilván engem is bedarált ez a világ, de én valójában mindig egy ilyen kicsit alterosabb, elvontabb zenéket kedveltem és írtam dalokat is, úgyhogy most igen, Totova névem, ami úgy jött, hogy elmentem Szlovákiába fellépni, és felkonferáltak a színpadra, hogy Gabriela Totova, Szuperstarová, és annyira röhögtem. Gabriela Totova. Igen, ez 2010-ben volt, és azóta engem a baráti köröm Totovának hív mindenki, úgyhogy így jött, és akkor hát igyekszem, most már én írom a dalokat a párommal, úgyhogy már végre szerző is vagyok, nem csak énekes. Nagyobb a jogdíj. Nagyobb a jogdíj. Igen, jók a bulik meg a programok, csak hát ugye hagyjuk is. Szóval, hogy igyekszem e felé menni, igen, és fesztiválok színpadaira majd valahogy bekerülni, meg funkiskodni, mert ilyen menő arcok mellett, mint a Gáspár Laci, muszáj nekem is valamit váltanom. Nem lehetek csak így énekes. Ő is úgy basszarozik már. Egyébként a Báj Alexet te nyomtad. Azt mondd már el, mi volt. Mi? Hát, hogy viccelődik az Alex, látod? Mert én, amit az előbb is elmondtam, hogy én bírom őt és barátok lettünk. Volt egy olyan történet, hogy Nyíregyházán volt fellépésem, nekem 9-kor, és aztán megtudtam ott, hogy egy egészen más helyen, neki talán éjjel egykor van egy ilyen klubba fellépése, és én megvártam őt, én már végeztem 10 óra, akkor megvártam őt, és én buliztam a legjobban a színpad előtt, és volt egy szám, hát aztán csodálom, hogy a többiek nem. Azon kívül még volt egy WC-s néni, meg egy biztonsági jó buli volt, és egy bármixer. Jó buli volt, és volt egy olyan rész, amikor a basszusgitárosnak így néztem a basszusgitárost, mert akkor nem az eredeti basszusgitáros játszott, hanem a Zoli, aki inkább gitáros, és akkor néztem, hogy mit csinálsz, add már ide, és akkor mondta, gyere fel, és felmentem, és basszusgitároztam az egyik dalban. És jó volt, nagyon. Miért gondolom, hogy minden történetben magadat szereted a legjobban? Szóval, hogy ez számomra egyébként abszolút nem meglepő, mert azért így ismerlek, de ez jó, hogy... De ez jó, ez a történet, miért? Basszusgitároztam Báj Alexnek, meg az előbb viccelődött, hogy majd ő engem fog énekelni. De hát inkább gitáros, mint basszusgitáros. Intettem neki, hogy van itt valaki, aki ez a pengémnál. Elmondjuk, hogy Dalaci az X-faktorba is, tehát hogyha valaki már jött basszerral, akkor nagyon megörült, de hát azért azok az arcok, amikor hozzáértek ahhoz az hanghangszerhez, láttam a Laci arcán, hogy ez a meggyalázza, nem bírom nézni, elfordulok, végem van. Mint a Kristófnál is, amikor keresztet rajzoltál, vagy nem tudom melyiknél volt, hogy féltél attól, hogy beléd száll az ördög, mert olyan ördögi volt az a kisgyerek, tudod, az a hosszú hajú. Fogalma nincs. De tudom, csak nem is akarom ezt. van egy új dalod, Laci? Nekem is van, igen. Tudsz róla? Egy pont ma jelenik meg, ha minden igaz. Igen, tudok róla. Ma jelenik meg, és el is hoztad hozzánk. Én hát mindig nálam van. mindig van egy friss dala. Bárkivel találkoztam mostanában, figyelj, van egy új dala. Hallgassak meg. Jó, figyelj, akkor ezt mi meghallgatjuk. Jó, lehet, hogy csak a játékunk után, de akkor mi ezt nagy szeretettel meghallgatnánk. Köszönöm. Jó kis dalocska egyébként, szeretjük? Szerintem igen, modern, friss. Angolul van egyébként, nagyon tudok angolul, tudod. Oh. Azt láttam a Star-ban Will Smith-ként, tehát az angolod az elképesztő. De most egyébként megdicsértek, mert körülbelül 3 napon keresztül csak a kiejtéssel foglalkoztunk. Hosszú időt szántál rá. Igen. Mások évekbe telik. Legalább a cím menjen. Egy dallal, egy szöveg, az 3 nap a sok. És ma jelenik meg min pendrive-on, vagy? Hát minden azok a zenei portálokon. Ja. Most nem akarom mondani, neked is van a telefonodon biztos az a... Persze. Csak egy gét kell bírnom, és rögtön kidobni Gáspár Laci. Van a zöld, meg a másik, meg az ilyen színes, na azok. Turn me up ez a dal címe. Meghallgatjuk. Tudod, mit jelent, Laci? Turn me up. Jól van. Na, nagyon drágák vagytok, hogy ti ketten azért eljöttetek. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy meghallgathattam a Gáspár Laci. Sziasztok, megyek aludni. Ha új dalod van, Gabi, akkor dobd azt is, jó? Köszönjük szépen, rendben. Totováként azt is lejátszuk. Puszi nektek, köszönjük szépen. Sziasztok, minden jó, csók. Ciao, puszi, köszönjük szépen Tóth Gabinak, Gáspár Lacinak. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra után vagyunk, 18 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát ezt a tömeget kérjük szépen, hát mi történik már itt reggel? A tévéért jöttek, a televízióért. Mindenki a tévéért jött, hát itt vagyunk, élő kitelepülésünk van, ugye Euronics áruház, Budaörs,
Hát ha befelé vezető oldal. Befelé vezető oldal, így van, ha kifelé jössz, akkor pedig balra, de szerintem nincs ember, aki ne tudná, aki ide akar jönni, hogy hol vagyunk pontosan. Azt mondja, hogy a túra felszerelés áruház és a Barkács áruház között van, de egyébként nem lehet eltéveszteni, mert hatalmas az áruház. Hatalmas az áruház, a sor legvégén majdnem, itt már csak egy-két ilyen, nem tudom, ilyen gyerek, baba, játék áruház van, szóval könnyű bennünket megtalálni. Gyertek, mert hogy baromi sok játékunk van, és hát rengeteg nyereménnyel készültünk. Ma igazából az egész játék egy ilyen szinte játékos adás lesz, mert az ott mind. Ez itt mind? Az ott mind. Részben, mert ezeken kívül még mindig vannak ajándékai. Tényleg. Itt van a mosógép, itt van a nagy képernyős színes televízió, egy csomó háztartási eszköz. Azt a mindenit. Óra, okos óra, nem annyira okos óra, vasaló, zsuzsi, ja. Igen, mindenki itt van. Tulajdonképpen ez egyfajta pesti kitelepülésnek is beillik, mert hogy ugye most nem volt pesti helyszínünk, de nem véletlenül, mert hogy tudtuk, hogy aztán a turné után egy héttel ugye jövünk, illetve hát volt, hát az a hajózás volt igazából, tehát az nem olyan pesti helyszínnek számít. Úgyhogy nagyon sok minden lehet ma nyerni. Na de na. Hát félre még a nyereményeket, gyerekek, nem rohadt. Van olyanival, Jani! Látod? Figyeljetek, hát tegnap azt hiszem, hogy a magyar facebookozás történetének legnézettebb élő adását lehetett, ugye. Igen, köszönjük szépen a szegény Tibi bekiabálást. Nagyon jó voltál. 20-valahány ezer megtekintés volt. Emlékszem egy héttel ezelőtt, hogy a hajón ültünk, ugye ott volt a Tibi, aki elmondta, hogy figyelj, apa, 9000-et csinálsz, akkor van egy király vagy. Akkor már be fogtok sírni. A két egyelőre a Kalitkában megtekinthető fiatalember 22 ezeret csinált. Ki látta közületek? Nem mondjátok komolyan. De jó fejek vagy. De jó Isten. Atya úristen. Hát ugye ez nagyon beteg volt. Igen, annál is inkább egy imponáló ezzel a nézőszám, mert ugye este 10 magasságában történt a bejelentkezés. Amikor a Bali meghatározta ezt az időpontot, én akkor egy picit felszisztentem, amikor mondta, hogy este 10-kor bejelentkezem, mondom, este 10-kor én már szeretnék aludni. Hát de természetesen ahhoz képest, amit megbeszéltünk, mondjuk egy 6 órát beszéltünk meg, hogy mondom, 6-ra átmegyek, mikor értem át? Hát ilyen 9 óra után néhány perccel. Yes. Tehát én láttam elúszni az élő bejelentkezést, mondom, jó, ennek ennyi, vagy kiírom, hogy kicsi késés, cancel, törölve, 10:30-re csúszik az élő bejelentkezés. János 9 órakor, a világ legtermészetesebb dolga, mondom, besétált, én altattam a gyereket, Viki a másikat, és már hallottam, hogy a kertben valaki neszel, motoszkál, és akkor mire leértem, János már 4:10-kor már nagyban építette a sátrat. Figyeljetek, egyébként szerintem le kéne szerződtetni a sportszeráruházának, hogy egy ilyen oktató videót forgassanak velem, hogy mennyi időt állítok fel egy sátrat, úgyhogy egyébként a fényviszonyok enyhén szorosan ideálisak, folyamatosan szemerkél az eső, és hogy életemben először csinálom. Mennyi lett a rekord? Nagyon gyorsan meg volt. Gyorsan, ilyen 9:30 körül már állt a sátor, utána ment a bepakolás, ugye az otthonos sátétel, igen. Gyönyörű képeket találta Mónikáról. Igen, hát ezek a fiatalok képek a kedvencei. Azért volt, azt én is ott láttam először. Tehát ugye elindult a bejelentkezés, elkezdtünk hűlni balra, hiszen nem, beteg vagy. És egyetért már ott voltak a csajok, ugye balra mellettem. Szóval, hogy hát nagyon. Itt van a kezem a kis fényforrásunk, mert most az a helyzet, hogy reggel ugye a gyerekekre való tekintete, nagyon gyorsan összepakoltunk mindent, úgyhogy derékaj itt van, hőfólia ott van, hálózsák amott van, a lámpa itt van a kezembe, ez volt a jaj, de rettenetesen jó fénye van, ezt egy kispesti, hát nem is tudom, hogy kitől kaptam valójában, egy nagyon-nagyon kedves hallgatónk tegnap küldött egy nagyon komoly ajándékcsomagot mindenféle lámpákkal, meg elemekkel, és ez is köztük volt, és nagyon-nagyon jó szolgálatokat tett, mert hogy ezzel világítottunk, de egyébként fel voltunk fegyverkezettel. Olyan világítást kapott, hogy komolyan mondom, ez is egy ilyen menekülés útvon lehet, mint egy másik szakma később, mert hogy úgy bevilágítottuk a helyet, hogy elképesztő. Arról mesélje, hogy milyen 2 fokban kint aludni. Hát, azt mondanám, hogy kellemes, tehát hogy nem ez jutott eszembe hajnal 2-kor, amikor már rángattam magam ki alól ki a takarót, mert hogy a sátornak a legalsó rétege az egy takaró volt. Amit mondom, leterítettem, és akkor arra jött egy ilyen hőfólia, arra jött egy derékaj, arra jött a hálózsák. Most ehhez képest majdnem megpusztultam, olyan hideg volt, és hajnal 2-kor így rángattam ki magam alól, hogy be tudjam magam takarni. De a legnagyobb probléma az egészen az volt, hogy ez egy ilyen nyári sátor, ami ilyen két rétegű, és ugye alapvetően úgy alakították ki, hogy ezt így átjárja a szél, meg átjárják a fúvallatok, hogy azért legyen bent egy kis levegő is, volt, meg hogy ne legyen marhára mellett.
ónos köcitálás volt egész úgy, éjszaka. Úgyhogy tök jó volt tulajdonképpen. De ránéztem a telefonra, és mi várható? Köd. És de akkor már benn volt a az, sátorban. Igen, és az egész sátor rettenetesen nedves volt, de a legjobb az egészben az volt, hogy reggel kelek föl, nagy nehezen ott átöltözködöm, meg a sátor még nekem is kicsi, most képzeltétek el, hogy mekkora lehet. Átöltözködöm egy nagy nehezen, tényleg, mint hogy ilyen Houdin is ilyen szabadonú művész lennék. Alsót cseréltél? Alsót is cseréltem természetesen. Hát ugye a régi fotókra tekintette, és keresem a kabátomat, mondom, hol a francban van a kabátom? Kimentem, mondom, biztos a teraszon hagytam. Nézelődök így össze-vissza, és a sátor tetején volt. Az olyankor jó fölvenni. A sátor tetején volt a kabát, csuromvíz volt. Na látjátok, meg gondolnád értelmes emberként, hogy megcsináljuk ezt a kis projektet, a Balázs elhívja a Janit, megcsinálják az élő bejelentkezést, és utána Balázs azt mondja, hogy Jani, gyere be a vendégszobába, ne fagyjál meg. Mi történik? Ez a fiatalember egész éjszaka kim van. Tehát igen. Ez eszedbe se jutott, hogy behívd, ugye? Viki volt végig, hogy hívd már be, hívd már be. De hogy szereti, de ne csinálni, hívd már be. Mondom, figyelj, nyitva hagytam az ajtót. Mondom, bármi van, rátörnek, nyers. Mondom, elhúzza, bejön, lefekszik a kanapéra. De Janit ismerve, hát az egy teljesítetlen küldetés lett volna, ő egyébként kettőkor meghunyászkodva bejön a meleg lakásba. Én hajnali, hát én 4:30-kor, ugye most közelről indultunk, ébredtem arra, hogy már fönn van, már motockál, már ott eszit, veszi a dolgát. Tehát végig csinálta. Egyébként hősiesen, de nem volt meleg, tényleg, szóval hát tényleg enyhén szóval sem. Akit mindenképpen meg kell említenem a projekttel kapcsolatban, az tényleg Viki, aki egy gondoskodott tyúkanyó módjára, már mielőtt elindultam volna otthonról, már küldözgette nekem a képeket, csináltam rizslisztes szilvás pitét, itt lesz egy kis vitamin smoothie, van benne egy csomó gyömbér is, remélem nem lett túl sok, nehogy megfázzál, és utána ő egyébként nagyon-nagyon cuki, meg nagyon helyes módon lerázhatatlanul hozta nekem a ízét, csomagoltam el egy kis szilvás pitét még. Nem készesen? Igen, valami számüzetés a kertbe, tudod. Annyira aranyos volt, de gyere be, igen. Figyelj, nem, mindenképpen lent, megaludhatsz, azt mi szintünkre ugyan ne gyere fel, de a pincébe, hát az a, legalább száraz az a beton. Lefőzött egy nagy adag teát, én direkt eldugtam, hogy megvárjam, míg kihűl. Mikor kihűltek, akkor kivittem a Janinak, úgyhogy abszolút, én így értek el, én is nagyon gondoskodó voltam. Tehát, hogy jól tudod esni az embernek. Pont 6 perc óta aludtam, mikor ott hagytam. Nagyon sokat nem filoztam rajta, hogy lehet. Jön Bali a teával, mondja, hogy figyelj, most kapták, küldték ajánlóra, berakom neked kis, vagy ilyen fél liter forró tea, tényleg, hogy esetleg fáznál, biztos nem, de ha esetleg mégis. Jó, megfogtam a teát, beraktam a sátornak a nyílásába, akkor elköszöntük egymástól, megyek be, mondom, a rohadt életbe esik az eső, nem, a tea felborult, és kiömlött a sátornak az előterében, tehát a lábamnál az egész csupa víz volt, úgy kezdtem el a lefekvést, hogy fogtam, kihúztam a takarót, és kicsavartam belőle a teát. Jó, hát ehhez képest azt, hogy reggel a Bali autójába beleültem egy banánba, hát ez most miért? Jó, hát az már csak egy vége volt. Kis Bali, mi ez? Mondom, úristen, benne ülök egy banánba. Mondom, isteni szerencsét, csak egy banánba. Bármi lehet. Hátsülésen ott a gyerekek ülnek, az ő teritoriumok, ott bármi lehet, mert az én autóban minden meg van engedve. Ja, hátra ültetted? Hátra, mert ugye Viki ült a jobb oldalon, és hát Janinak hátra kellett ülni. Ráadásul benn volt egy gyerekülés, tehát amellé, és ott meg pont egy banán. És nem volt egy zsenge gyümölcs, csak mondom. Igen. Hát egy picit már inkább komposzt jellegű volt. Úgyhogy így indultunk, reggel. De nekem is egyébként szörnyű volt, mert hogy egy hideg kocsiba kellett beülnöm. Szóval, hogy komolyan mondom, 4:30-kor felébredtem, kicsit még kilógott a lábam a paplan alól, az nagyon fázott, úgyhogy nekem sem volt könnyű éjszakát. Nagyon bizarr. Azzal álmodtam, hogy bejönnek a házba, mert ugye az ablakot azért neked nyitva hagytam, és folyamatosan ilyen zajokat hallottam álmomban, és mindig azt gondoltam, hogy kirontok a lépcsőre, és azt látom, hogy 2-3-an jönnek föl, úgyhogy téged már nagyon vertek a kertbe. Tehát nem egyébként nem voltam nyugodt éjszaka, de ilyen álomszintje jelentek, hogy valami nem stimmel. Hajnal kettőig tényleg ilyen vízióim voltak, mert egyrészt ugye nem tudtam aludni, amiatt, hogy rohadt hideg volt, kettő nem tudtam amiatt aludni, hogy előtte hallgattam egy másik kereskedelmi rádiónak az esti hogy sláger összeállítását, és nagyon bizarr számokat hallgattam így este. Egyébként szegény anyósomnak a kis kézi rádióján kiúszott antenna, óriás klasszik volt ez egész, nagyon jó volt. A másik pedig az, hogy folyamatosan azt foglalkoztatott, minden zajra azt hittem, hogy ez a hülye ki fog jönni, és valami kis, hogy hívják, terrortámadásban gondolkodik ott a sátornál, és össze-vissza fogom magam csinálni. Végig bármi zaj volt, mi ez?
Hogy? Igen? Ez a radar biztos most jön. Mit fog kitalálni? Igen, jó lett volna, mert én már annyira elfáradtam, még ilyen fél egykor még rá lehet először, dobálom a sátradat, kicsit tudod. A karókat kihúzod. Medve jelmezbe megjelenek, morgok kettőt, nyestként elkúszok ott, tehát még lehetett volna, csak már nem volt erő, elájultam aztán hát én is. És akármint is hegyvidék, ugye az ember azt gondolja, hogy egyébként persze egy kis kellemes, kis környezeti zajok, mit tudom én, így itt motoz egy mókus, ott fúj a szél, itt susognak a fák, vagy ilyesmi. Nem, olyan alapzaj van, hogy be kellett dugni a fülemet, mert folyamatosan hallottam a közeli, nem tudom, autópályának a hangjait. Azt szerintem a nullás. A nullás kérdésünk örök mellett. Igen, az, ha nagyon nagy csönd van, akkor az behallatszik, igen. Fültugot nem vitte? Hogy nem. Ja, azért, hogy csalódtam volna. Persze, nem, hoztam. Csak amikor meg bedugtam, akkor meg az ütött az eszembe, hogy na, így végképp nem fogom kiszűrni, hogy mikor kommandozzam a sátban a környéket, mikor kapok egy partizán akciót. Nem, békésen magamra úsztam a kis meleg paplanomat, felvettem a fűtést 23,5 fokról 24 fokra a szobába, odabújtam a forró radiátorhoz, megöleltem, és nyálcsorgat felaludtam, úgyhogy nem volt már erőm kommandozni. Lehetett volna. A Facebookon és az Instagramon, hát gyerekek, archiváltunk mindent. Persze. A Janinak most az Instagramon, de aztán talán a Facebookon is van egy nagyon kellemes ébredése, nézzétek meg, hogy János hogy ébredt reggel, sikerült egy videót csinálni róla. Nem hosszú, de annál hatásos. Igen, mindenfenn a Instagramon, a Facebookon mindent megtaláltok, tényleg az összes core dokumentumot. Igen. Úgyhogy jó mulatság volt. Na, egy-két hallgató, csak szólaljatok meg nekünk, hogy egyrészt mennyire van hideg, hogy vagytok, bányás sapka miért van rajta, hello? Védőfelszerelés. Jöttem tévét szétverni. Nagyon jó, jött a tévét szétverni. Hogy kapattadnak a részt? Magamnak sárkány kis ügy. Az igen. Jézus Mária. Itt az elsősorban mióta? Hello, jó reggelt. Jó reggelt. Hát 6 óra előtt 10 perccel éltem körülbelül ide, de 5 órakor indultam otthonról. Azt a minden. Kocsival, gyalog. Busszal, meg gyalog. Hűvös van, nem? Első ébredő, vagy érkező ki volt? Tényleg. Mi? Hát, gondolom, te 4-től, mert te mindenütt ott vagy, ahol mi is ott vagyunk. Igen, én mindig ott vagyok, ti vagytok. Nagyon jó. Hánykor sikerült befutni? 5 óra 25-kor már itt voltunk. Egy héttel ezelőtt ott aludtak a rakparton. Na jó van, drágáink, hát akkor készüljetek majd, mondjuk, hogy mikor mit játszunk, jó? Apró játékok, nagy játékok, minden lesz. Van, aki gyermekkel, hát kicsi gyermeke, nem fázik? Nézd, csak ott van a Balázs bácsi. Hello, ciao. Nem fázol? Nem. Jól van. Anya melegít így a nyakba. Hova indultál, Ferenc, olyan nagy elszántsággal? Láttál még valakit? Én bemennék már, rohadt hideg van, azon gondoltam. Figyeljetek, felállítottunk ilyen hőgombákat nyugodtan, jó? Gyerekek, asszonyok, aztán a férfiak, ha odaférnek, melegedjetek, jó? Van egy-két ilyen kis melegítő rész nektek, hát ha tudunk egy picit melegebbet varázsolni. Hát ha följön a nap, akkor talán már jó idő lesz, ennyit tudunk ígérni. Föl, nem véletlenül nem járunk. Fokra. Nem járunk már nagyon, igen. Na, elmegyünk egy picit hírezni, jó? Aztán játszunk, és mondjuk majd, hogy mit játszunk. Lesznek természetesen helyszíni játékaink, 7 óra után akadálypályás játékunk van, 8 óra után csákányozósat játszunk, 9 óra után van benne valami, a régi Vágó Istvánt idéző, van benne valami, egy kicsit másképp, turmix, borotva, okosóra, gőzmosógép, gyerekek, viharlámpa, konyhai robotkép, a Jani viharlámpa, hajsi játszunk. Nem, az hogy hívják, az a múzeumba kerül. Ami kibírta az estét. És nagyon-nagyon szépen köszönjük annak a pár ezer embernek, nem kevés embernek, aki tegnap lájkolt a Balázs hivatalos oldalát, ugye jelenleg 167.979. Yes! Ez sajnos dobott rajta egy kicsit. Ne felejtjétek el, 250. Szerettem a bejelentkezést, de ilyen 159 vagy 160-ról ment, vagy 167-re. Tehát ez sajnos a bejelentkezést én is szerettem, tehát ezt nem tudom letagadni, hogy ez nem volt jó. Csak ugyanakkor meg az a baj, hogy közben exponenciálisan nő. Tehát ugye egy 7000-et felugrottunk 250-re. Lesz még kitelepülésünk novemberig, hát ha ott alszik a Jani. Igen. Jobban rá kell készülnöm. Na, elmenjünk hírezni, jó? Aztán jövünk már is a játékok. Friss közlekedés híreket csak úgy, mint eddig mindig várunk. Annak ellenére, hogy kitelepülünk, írjátok meg ki, hogy ébredt, kivel mi van. És akkor már is folytatjuk. Gyorsan, egy-két SMS. Egy hete még tengerben fürödtem. Szerintetek hol vagyok? Pusz. Hol vagy? Itt vagy? Itt vagy a kitelepülésen? Nem vagy itt a kitelepülésen. Akkor írd meg nekünk, hol vagy. De még mindig ott. Igen. Az, hogy itt állok közvetlenül előttetek, és nagyon szeretnék veletek játszani, fekete fehér, igen, nem. Mert legutóbb nem sikerült, lemérem, a szerencsés lesz. Legyalogoltam a lábam, de elszántságom határtalan. Betty, hol vagy? Hello, Betty! Ja, te meg is szólaltál, igen. Azt mondja, hogy...
Micsoda? Jani, szeretnénk szponzorálni, üt korona gyógyszertár. Lehet, hogy szükség lesz rá. Ferit szeretném óresre tanítani fekete-fehér igennemben. Aztán, Janinak munkát ajánlok november után, írja egy hallgató, Jenő írta nekünk, így van. Vagy a budai oldalon vagytok, nem a pesti, jó volt a videó. Már milyen budai oldal vagy pesti? Aha. Hát nézd, Buda őrs tulajdonképpen aha. tényleg a budai nevében is benne van. Igen. Igen. Mert ha azt hittek volna, hogy nem az őrsi oldalon vagyunk, hanem a budai oldalon, akkor még azt, hogy valahogy így elfogadjuk. De hát Budán csak a budai oldalon lehet az ember, nem? Igen. Na, hát minden esetre, hogyha mondjuk Győr irányba halad valaki, az M1-es irányom, akkor bal kész felől vagyunk. Annyira nem nagyon lehet ezt eltéveszteni szerintem. Világít a stúdió, szépek vagyunk, tessék jönni. Így van. Azt, hogy egy héten belül másodjára kerünk fél négykor, csak hogy láthassunk titeket. Itt van az Euronix előtt, itt vagyok, 29. szülinapon van. Ó, Istenem, hol vagy Timi? Timi, boldog szülinapot! Na, hát van egy személyes köszöntésed is. Gyerekek, 21.372 néző. Nagy pacsi nektek. Annyi volt a live-unk, de aztán már nem 22-re. Igen. 22-re szaladt. Igen. Na, ha valaki esetleg kifotózta csak a számot, mert én közben rájöttem, hogy ugye miközben megy az élő bejelentkezés, hát ez most tanulom ezt az egészet, ott megjelenik neked, hogy hány ká nézi. És csak úgy tudod utána, mert az nem marad meg, hogy nyomsz egy tehát kifotózod élő bejelentkezés közben. Hogyha valaki ezt megcsinálta, küldjétek már, hagyd küldjük el a Tibinek. Ja, igen. Nem. Ha valaki véletlenül kifotózta az e-mail címünkre, vagy SMS-re, vagy valóban, ne SMS-re, e-mail címünkre, küldjétek már, hogy a Tibinek hagyd küldjük. Tibi biztos, hogy kifotózta, és otthon föltette a pincében a mágnes táblára. Kézzel, egyébként baromi jó arc volt, baromi jó arc nagyon volt a Tibi, mert írt tegnap este, és hát azért ő valóban a Facebook szakértője, ő azt írta, hogy 25 milliós oldalakon, tehát amit 25 millióan követnek, ott szokott ilyen nézőszám lenni, vagy még ott se. Tehát a 25 millió követővel rendelkező Facebook oldalon vannak mondjuk egyszer egy élő bejelentkezésen, mint a 20-22 ezeren, azt mondta, hogy ez brutális szám. Tehát gratulált. A Facebook pápája. Meghajtott a fejét. Meghajtott a fejét, a Facebook pápája. És gratulált, azt mondta, hogy ez valami elképesztő. Igen, elképesztő hát mindegy, hát most persze. És meg is éri szerintem, most hogy eltekintve a kis mellhártya gyulladástól, meg hogy rohadt banánszagú mindenem, tehát hogy... Nézd, innen már nem volt visszaút, ezt meg kellett csinálni. Ezt meg kellett csinálni. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Oké, játszunk. Jó, itt vannak a hallgatóink. Választottunk hallgatókat? Választottunk? Ti már azok vagytok, akiket választottunk, akkor lépjetek be ide, legyetek szívesek. Nézd csak, ez arrébb tehető, látod? Jó. Tehát a lényeg, hogy ugye megnézed, hogy mi van a borítékban, és ha az tetszik, akkor megtartod, ha nem, akkor pedig benézünk a doboz alá. De így is úgyis megfagysz. Okay. De így is úgyis megfagysz. Oké, okay, Zsófi, mehetünk? Oké, okay, mehetünk. Kivel szeretnél barkopázni? Egy percet van arra, hogy kitaláld. Jani, Balázs, Feri. Kell velünk barkopáznod ugyanis egyet. Találd ki a nevünket. Jó, Balázs. Velem szeretné, jó. Csak hogy maradjunk azért a témánál, ugye mégis csak az Euronix áruház láncnál vagyunk. Konyhai eszköz, minden, ami... Disznóölőkés. Igen, fokhagyma pucoló. Igen, fokhagyma nyomó. Elemes csontozó. Jó, tehát hogy egy konyhai eszköz, konyha, és minden, ami egy háztartási eszközre gondoltam. Jó. Mehetünk? Aha. Jó, na indulhatunk. Óra indul, János, van órád? Hogyne volna, persze. Óra indul, tessék. Egy másodpercet van kitalálni. Előbb még egy perc. Tudsz barkopázni? Csak igen, nem, mert tudok válaszolni. Oké, mehetünk, tessék, egy perc. Nem, na, te várjál kicsim, nem te gondolsz, ő a Balázs gondol. Vagy nem tudsz barkopázni? Úristen, de jó, hogy én gondolok, te kérdezel. Olyan tessék. Fiatal vagy, hogy barkopázni sem. Tessék. Beleteszünk valamit? Igen. Felaprítja? Mi? Ja, elnézést, kiestem a szerepből. Nem. Ön? Ki? Ön? Nem. Miért magázol? Tegedzél. Nem. Melegíti? Is. Van ilyen válasz? Is. Hűti is? Tessék? Hűti is? Nem, azt nem. Kijön belőle valami? Jézus, hát ha kijöntöd. Hát ha kiveszed, akkor igen. Bármint... Igen. Méretre kérdezi, hogy mekkora? Egy turmixgépnél nagyobb? Nagyobb. A tied? Igen. Rákérdezek, mi az? Igen. A konyhapultra tesszük? Nem. Lejár az idő, csies. Egy hűtőnél nagyobb? Kisebb. Szárít is? Igen. Mosógép? Nem. Nem. De jó nyomon vagy, nagyjából hasonló gép, mi lehet? Belerakunk, kivakolunk. Szállítógép? Nem. Mosogatógép? Így van, jó, na, úristen. Jó. Válasz egy borítékot. Na, egyes, gyere, kettes Zsófi. Vagy hármas, melyiket választod? Legyen a kettes. A Bargóba istennője vagy. Bargóba, a Bargóba királynője. Mi van benne? Olvasd el, Zsófi. Jó?
Mit ír a papír? Remington körkéses borotva. De jó az neked, de! Kicsit, kicsit fájni fog a becsípni. Óvatosan én maradnék a kézinél. Azt választok egy másikat. Te benézel inkább mögé. Úgy érzed, nem kell a borotva. Nincs egy pasi, akinek ez jó lenne? De van, de most én szeretnék nyerni. Milyen őszinte. És milyen szociális. Nincs egy pasi, aki azt mondja, hogy de igen, szükséged van rá? Úgyhogy akkor ezt most viszont. Oké. Mi, Zsuzsi, még valami fontos, hogy közöd. De kivel cserélhet? De most adja oda a Remington? Nem, most választania kell, dobot kell választani. Így van, ne kavarjuk össze. Akkor a Remington ugrott. Jó. Nézzél be, nézd meg a dobozt. Nézd meg, nyisd ki. Bonsd ki. Hogy mondjuk, hogy alja. Ott van egy másik boríték, azt olvasd el, hogy mi lehet benne. Zsuzsi, segítünk, gyorsan. Remélem, valami menő. Biztos lehet benne. Valami menő? Tehát nem kellett a borotva, mit nyertél? Viharlámpa elemmel. Nincs jobb, amikor az ember nyerhetne egy borotvát, de elvisz egy jó viharlámpa. Ezt így kell ezt csinálni. Ez szerintem pontosan ugyanolyan ellenes viharlámpa, amit én használtam tegnap este, akkor ez pedig nagyon patent. Így van. Sok szerencsét majd hozzá. Sokat vagy viharban, ugye? Igen. Társasház, panellakás, családi ház, merre laksz? Érden. Érden, tehát családi ház? Igen. Egy jó viharlámpa. Ez jó, egy jó viharlámpa. Oké, köszönjük szépen. Látom, hogy hogy örülsz. Van egy jó viharlámpád. Nem kellett volna telhetetlennek lenni, ugye? Igen. Ahogy Vágó úr mondta annak idején. Gyurikám, kivel barkobáznál egyet? Én Janival szeretnék játszani. Okay. Háztartási gép, amire gondolnod kell. Jó. Egy percet van kitalálni. Mehetünk? Konyhai, ez is konyhai lesz? Hát ilyen, ami a lakásban, nem csak konyhai, a lakásban lehet bármi háztartási gép. Oké, okay, megvagy? Nem az. Jó. Okay. Megvagy? Oké, okay, mehet. Óra indul, gyerünk Gyuri. Oké, okay, konyhában van? Igen. Jó, oké, okay, elektromos? Igen. Nagyobb, mint egy mikro? Nem. Akkora, mint egy mikro? Igen. Tessék? Igen. Egy mikro? Az! Rosszat gondoltál! Gondoltam, hozok egy kicsit az időm, mert már kezdünk kifutni belőle. Jó, oké. Gyors voltál, gyere Gyuri! Na nézzük! Gyurikám, megvan, hármas vagy egyes boríték? Egyes boríték. Olvasd el akkor, hogy mi van benne, és aztán döntsd el, hogy elviszed, vagy belenézel, megnézed, hogy mi van a redőny mögött. Jó? Egyébként vannak régi tévéfelvételek a YouTube-on, van benne valami kérdezfeleleg, és nézzétek meg, szenzációs. Nyereményed, miért nem tudsz olvasni, hogy azért tartod ide? Jó, de szívesen nyereményed egy Russell Hobbs Turmix gép. Okay, szuper. Turmix gép. Én benézek mögé. A Turmix gép mögé? Nem. Nem szeretél? Akkor alá, doboz alá. Gyönyörű Turmix gépet. Feleség, barátnő van? Akarsz egyet a Turmix gép mellé? Van feleség, barátnő, senki? Tehát akkor hát egy pasinak nem kell egy turmixgép, mit csináljál vele? Hát tudnám használni, de kíváncsi vagyok, mi van. De mi van, hogyha esetleg az, amit ott találsz, nem annyira volt vonzó, vagy nem annyira izgalmas, mondjuk egy... Úgy jársz, mint Zsófi. Igen. Benézed. Egy rozsdamentes manuális konzernyitó. Nem zavar. Nézzük meg, hogy mi van akkor a paraván mögött, jó? Azt mondja, hogy volt egy Turmix gép, egy gyönyörű multifunkciós Turmix gép. Hát hányan tartották volna ezt meg? Gyuri nyitja a borítékot. A játék öröme az jobb, mint a... Egyébként én is mindig nyitnék. Én sem vinném el azt, ami elől van. Olvasd fel, hogy mi van a papíron. LG áramvonalas gőzmosógép. Azt a minden így, gyerekek. Gyurikám, hogy állunk a mosógép ügyileg? Hát, az pont kell. Komolyan? Nem rossz, mi? Igen. Legény lakás, vagy most költöztél el, vagy miért? Ezt hagyjuk. Ezt hagyjuk. Mi lehet a háttérben? Most kezdett el igazán érdekelni a történet. Jó, akkor csak annyi mondani, hogy... Van egy mosógép, régi, nem nagyon működik. De jó. Az is a volt csajodnál maradt. Jó, nem feszegetjük tényleg. Tök jó. Figyelj, Gyuri, akkor meg pláne örülünk, a jó helyre ment. Sok éves vízköves régi. Olyasmi. Még felül töltős? Az. Hát akkor egy gyönyörű mosógép. Szuper, és ráadásul még áramvonalas is, tehát majd átszucolásnál, hogyha tetőcsomagtartón viszel, hamarabb átérsz. Igen. Gyurikám, tök jó helyre ment, akkor gratulálunk. Bátor voltál. Nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük, hogy játszottál velünk. Jó washing masinolást. Igen. Okay. Köszönöm még egyszer. Köszi Gyuri, csáó. Jöjjön a harmadik játékosunk. Mondj egy nevet, nekünk még egyszer. Andi.
Andi, Ferivel fogsz barkópázni. Ne jó? Haragudj, csak én maradtam. Minden, ami a lakásban megtalálható, konyhai, bármi másra használható eszköz. Jó? Tudod, de lehet akár fürdőszoba is. Én a kicsit többet vagyok a konyhában, mint a srácok együtt, tehát hogy nekem azért vannak ilyen fontos dolgaim. Én, tehát a sous vide gép felé, ha tudsz menni, vagy valami ilyen egyszerűt. Feliből kiindulva konyhai eszközre kell gondolni. Mehetünk? Mehetünk, mehet. Akkor a konyhába. Igen. Andi, óra indul, gyerünk. A mérete... Miért magázod? 194. Így van. Kés, körülbelül mit egy ekkora kés? Nem. Nagyobb. Nagyobb. Szűzanyám. Nem. Hát azért van még egy pár nagyobb dolog a konyhában. Például a nagymama. Lehet. Gyerünk, Andi. Lehet vele turmixolni? Nem. Nem lehet vele turmixolni. Akkor... Kicsit konkrét van. A barkóba királynője. Nagyon jó. Hasonlóan nyomod, mint Zsófi. Arrébb álljak? Nem az. Nagyobb, mint egy hűtő? Nagyobb, mint egy hűtő? Nem nagyobb. Kisebb? Köszönöm a kérdést, kisebb. Kisebb, mint egy hűtő. Tartunk benne valamit? Mikrótól kisebb? Akkora, mint egy mikró. Az nem lehet, mert az előbb is az volt. Egy 765-ös bőgnél nagyobb. Úristen. Tartunk benne valamit? Nem tartunk. Nem. Nem tartunk. Kicsit túlpörögted. Azt, amit elkészít, ezen segítek, azt, amit elkészít, azt addig benne tartjuk, amíg elkészíti. Sütünk benne valamit? Valami? Okos. Gáztűzhely? Nem. A gáztűzhely? Akkora, okay. Mint a mikró, édes. Saját kezünk... Mikró az... Nem mikró. Saját kezünk által dagasztjuk azt, amit belerakunk? Kenyérsütő. Kisúgta meg. Ki volt az? Ott van! Ki vagy Jörg? Jó, köszönjük. A játékosokat diszkvalifikált. A férjem. Ja, akkor is. Aha. Kérdezz rá. Lejár a 10 perc. Kenyérsütő. Igen. Kenyérsütő. Nagyon jó. A borszóró. Aj, de sajnálom. Elektromos nagyipari borszóró. Nagyon okay. Jó. Na gyere. Gyere, Andi. Válasz egyet. Tud főzni az asszony egyébként? Azt mondja a férje. Mondja már valamit. Hogy főz? Őszintén. Hát belejön. Rendelünk, azt mondja. Igen, nem szeretek főzni. Andikám, nem is. Mivel próbálkoztál utoljára? Mi volt az utolsó? Na, mondj nekem valami, mi volt? Biztos rántott hús, a szokásos. És borzalom lett? 2001-ben. Borzalom lett? Nem, de úgyis az jó. Nem, miből csinálta rántott hús? Disznó vagy csirke? Nem, csirkemel. Csirkemel. Igen. És? Mit láttál a párod arcán? Ő már unja. Hogy mit láttál, most is azt látod. Ő már unja rántott. Mi a legjobb kajája? Nem tudnám megmondani, de az unokája szereti igazából a rántott húst, meg az én unokám is persze. Unoka? Nektek unokátok van? Igen. Nem már. Már jön a második. Ne szórakozzatok már. Úristen, ez a szürreálisabbnál is szürreálisabbá tette ezt a beszélgetést. Unoka? 3,5 éves a nagy. Ne csináljatok már. Jézus Isten. Várj, ezt akkor bontsuk vissza. Tehát hogy van? Hogy... Hány éves volt, amikor szültél? 18. És a lány? 20. Vagy fiú? 24. És a lány? Gondoltam, hogy egy lány. Ja, már. Értem. Én a menyem. A lány. Ő 26? Most igen. Aha. Mikori vagy? 23. Tudom, hogy nem illik el kérdezni őt, hogy hányos, ezért kérdezem, hogy mikori 74. vagy? 74. És nagymama vagy? Aha. Olyan a genetikát, mint Sernek. Figyelj, azért 74-es születés... Neki a plastikai sebésze olyan, de... Ritkán találkozik az ember 74-es születésével, aki unoka. Hát gratulálunk. Köszönöm. Hát ez nagy dolog. Hát, és büszke is vagyok. Tök jó, hát akkor még tud sokáig unatkezni. És dédunoka is benne van. Ha mindenki folytatja ezt a hagyományt, hogy ilyen 20 körül, akkor megvagytok. Csoda, hogy ennyi utód, mert nincs időd a szakácskönyvek. Ugye igazából a főzés az egy olyan dolog, ami belejön. Nekem most volt egy barátom, aki mondta, hogy hoz valami kaját, mert nagyon éhesek voltunk. Vikivel csak átugrott, hozott kaját, mondta, hogy az anyukája csinálta. Hozott rakott krumplit. Tudod, mi volt benne? Az anya csinálta. Párizsi. Takarékosan. Úgy imádom Joli nénit, és sokkal tartom is Isten ilyen főz. Mondta a Márk, hogy ő nem szereti a kolbászt. Nem mondom, hogy hülye vagy. Hát nem szólt anyának, hogy ne rakjon párizsit a rakott krumpliba. Egyébként érdekes elképzelés volt. 10 perc után megszoktad. Jó vastag szeletre várva. Jó vastag szeletre várva, mert egyébként ő kolbásszal csinálja, csak Márkocskának csinált párizsival rakott krumplit. Márk, szeretik a Balázsik a francia konyhát, de akkor párizsiasan csinálom meg egyik ezt a rakott krumplit. Szóval ne add föl, van remény. Joli nénit kiválóan főz, csak Márk egy ilyen rakott krumplit hozott nekünk. Hát mondom, azért ez egyedi. Oké, nézzük a borítékot, mi van benne. Jó, figyelj, Andi. Ilyeneket, hogy mi a besamel mártásban mi van, az megy? Nem. Azt én sem tudnám. 10 után maradjatok már itt, jó? És akkor dumáljatok. Remélem valami főzős. Az a baj, hogy nem is nagyon érdekel a főzés. De ezt én tökre megértem, nem kell minden nőnek főzni. Smartwatch, okos óra. Egy Sony Smartwatch, okos óra. Oda néz, ez az össze lehet a telefonnal okosítani. Akkor kérjük szépen. És mi van, ha oda
van valami hát, apa ezt szeretné, apa ezt legyen. Szeretné. Várjatok, lehet, hogy tévé van ment, lehet, hogy mosogatógép, lehet, hogy mosógép, lehet, hogy valami baromi drága házi mozi rendszer. Tehát, hogy nagyon nagy dolgok lehetnek még bent egyébként. Na? Mit mond, mit mond? Mondom, lehet, hogy nem. Miért csinálnák ezt meg? Miért csinálnák ezt meg? Olyannak ismersz bennünket? Nem élünk egyszer. És mit csinálsz egy okos órával? Próbáljuk meg, egyszer élünk. Én is ezt mondom. Minden tudok, aztán ahhoz szeretném. Igaz. Az nem jó. Futára futóórát vegyél futásra. Ez okos. Ez okos óra. Van benne GPS? Elmondom, hogy mosogták a fülemre, hogy drága dolog van bent. Egy menő drága dolog van bent. A dobozban? A dobozban, így. A borítékon. Két okos óra. Csere? Na mit mondasz? Nézze meg, veszek egy másikat. Nézze meg! Ez a beszéd! Nézzük meg! Feleséget, vagy mi? Nézzük meg, mi van a borítékban. Okos óra marad, borítékot választotta az urad, úgyhogy akkor nézzük meg. Én úgy hallottam, hogy itt valami drága, értékes dolog van bent. Úgyhogy lehet, hogy én azt hiszem érdemes volt. Érdemes volt cserélni. Jó, nézzük akkor meg gyorsan. Mit ír az utolsó boríték? Falikárdik. De ha? Na? Russell Hobbs konyhai robotgép. Szia, okos óra! Nem, jó lesz. Most azért csak hozzáteszem, hogy ez tényleg az, ami a minden tudó. Tehát ez tényleg nem egy ilyen merülő turmix, meg egy izé, hanem ez az, ami A-tól Z-ig még a déd unokád is áldani. Életes lesz most, hogy jön a második unoka, úgyhogy... Pépesítés, pürésítés a kicsinek, tehát minden tud. Majd látni fogod egyébként a 10-es fokozat a rántott hús. Ez tényleg minden tud. Jó, figyeljetek, én beszéltelek rá benneteket, tartsátok meg az okos órát is, jó? Így van! Hagyjad és összecsukom nektek a laptopját. Jó, tartsátok meg az okos órát. Na, persze, valahol ott a melkasom alatt még van valami, amit úgy hívnak, hogy szív, úgyhogy... Nézd meg milyen, nézd. Na, király vagy. Mi a kedvenc műsorod, Várjál, klassz. Gyertek át pénteket. Nem, gyertek át péntek este. Mert hogy péntek el lesz. Puszi nektek, szevasztok, ciao, ciao, köszönjük. Gyorsan elmegyünk. De most állj. Igen? Akkor a többieknek is oda kell adnod a másikat. Jó, adjuk oda. Kapják meg ők is, fogalmam nincs, mi volt benne. Van, aki megnézte, ugye? Kapja meg mindenki. Jó, odaadjuk mindenkinek. Hát jó, nagyon jó. Adjuk oda mindenkinek. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.